Open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Ugye az ember gyerekkorában beleszaladhatott egy-két olyan filmbe, amit nem akart megnézni, nem tudatosan ült le, hanem egy idősebb tesó odahívta, hogy nézz bele, elment egy születésnapi zsúrra, kicsit a szülők kimentek a szobából, előkerült egy VHS kazetta, ami elvileg rajzfilm kellett volna, hogy legyen, de nem az volt, hanem apa kedvenc horrorfilmje. Igen. És hogy milyen érdekes ez a pillanat, mert hogy tényleg az ember 20-30 évvel később is ezeket a filmeket, a film részletet, a film szereplőit fel tudja idézni úgy, hogy még az is megmarad, hogy kivel nézted, hol voltál, milyen lakásban voltál, mi játszottátok le, minden. Tehát az agy olyan traumát szenvedett el valószínű, hogy mindenre emlékszel, ki mutatta meg, hol voltatok, és ugyanazon időszakból az életedben nem biztos, hogy mást fel tudnál idézni, de az a pillanat, az az ember, az a filmrészlet az egész egyszerűen megmarad. Nagyon durva. Hogy utána mennyi ideig nem aludtál, hogy hány napig féltél elmenni budira gyerekkorodban, vagy a szülők leoltották a lámpát a hálószobában, egyedül maradtál éjszaka a szobában, és eszedbe jutott az a bizonyos film, mert hogy előbb-utóbb gyerekként beleszaladsz valami ilyenbe. És 10-15-20 évvel később egy unalmas szombateste csak kapcsolgatod a tévét, és a Film Pluszon, a Coolon, a Foxon, a nem tudom, egyszer csak visszajön. Hirtelen ott van egy ismerős képsor, és azt mondod, hogy ne. De jó, mert oldja a szorongást, már nem félsz tőle, kicsit jó újra szembenézni, hogy új, még minden valami napig van egyébként olyan, amit nem nézek meg, vagy nem szívesen nézek meg. Nekem nagyon sok ilyen majd visszanézve, most már röhögök az, hogy úristen eltöltött. Volt egy baba, akinek egy bevásárló központban egy gonosz ember átadja a varázs erejét. És ezt a babát úgy hívták, hogy Chucky. Ez a gyerekjáték. Ez a gyerekjáték. Chuckyba én azért futottam bele, mert a tesóm hazajött valonnan, és azt mondta, hogy figyelj, hogy keresett a Chucky. Igen, keresett a Chucky. Milyen Chucky, a szippan Chucky. Nem így volt. Süssétek el, kollégátok, egyébként működik. Gábor, keresett a Chucky, milyen csak a szippan Chucky. A 10-ből 10 ember benyalja. Itt erre mindenki felült, erre volantra nálunk. És valahogy beleszaladtam, és tudom, hogy amikor belenéztem a baba szemébe, már dermedten ültem. És amikor a baba kinyitotta a szemét, életre kelt a bevásárlóközpontban, ma nagyon gonosz tetteket hajtott végre, hetekig voltam lelkibeteg. És mindig azt vizionáltam, amikor egyedül maradtam a szobámban a gyermekkorban, hogy egyszer a hálószobámról az ágy alatt fog megjelenni. És csak úgy tudtam elaludni, hogy mindig benéztem az ágyam alá, hogy nincs ott csak ki. Hát az ágy alá benézés, igen. És nagyon lassan az ágy alá be, és mennyire klasszik horror jelenet, úristen. Benéztél az ágy alá, és jól megnyugodtál, hogy nincs ott, de már tudtad a következő pillanatban, hogy a szülők nem sokára leoltják a lámpát, egyedül maradsz te és a félelmeid. Nagyon és durva. Akkor előjön Chucky, mert megnéztem, 8 éves volt. Nagyon sok ilyen volt. Az ember nem akar beleszaladni. Nem, hát, de tiszta hát... gyermeki lélekkel nem vagy erre felkészülve, hogy ezt kapod a következő pillanatban. Régi VHS kazetták. Hát régi VHS kazetták, féljétek. Nekem volt egy időszakom hónapon keresztül, messzire ugrottam le mindig az ágyról, nem mertem letenni az ágy mellé a lábamat, mert megnéztem a Kedvencek temetője című filmet, amiben van egy jelenet, amikor az ágy alól a kisfiú, aki már visszajött, de nem ugyanaz volt, aki régen. Oh, tudom. Egy szikével a doktor úrnak az Achillesét átvágja. Igen, és finoman a részletekkel. Ja, bocsánat, igen. Mindegy, ez van. És akkor jött Tom és Jerry, és... Nekem volt egy másik, amit én nagymamámmal néztem, mert a nagymamám imádta. És nem volt egyébként egy ijesztő sorozat. Emlékszel, amikor a Csortos Gyula. Igen, amikor Teli Szavalasz megjelent. Óvakodj a törpétől. Megvan? Abban volt egy albínó ember. Igen. Az albino. És én emlékszem, hogy néztem a nagymamámra, néztem a tévéképernyőre. Megint ránéztem, és vártam, hogy oldja a szorongást, és mondjon valamit. Mama ébredt. A drága nagymamám akkor meg... Vidáman aludt, és ebből éreztem, hogy nem lehet akkora baj, ha nagy alszik. És abban volt egy fehér ember, egy albino csávó, nem tudom, hogy miért volt ott, nem tudom, hogy mit, de mindig, amikor megjelent, nagyon bérgyilkos volt. Óvakodj a törpétől. És tudom, hogy ezt mindig a nagymamámmal együtt néztük, ez heti sorozat volt, vagy nap, és mindig ilyen rituálisan letelepettünk a képernyőt, és nem volt annyira félelmetes, tehát a nagyika nem gondolta, hogy az 10 évesen, 12 évesen, te abban még bele tudsz látni dolgokat. És megjelent ez a fehérbőrű csávó, és kész. Gyerekként nem tudtad, hogy most mit csináljál. Hova menjél? Kihez forduljál segítségért? Nagyika meg,
Vidáman, vidáman. Nem, hány ilyen volt? Hány ilyen volt? Na nézzük. Amit én mondtam, bocsánat, még egy, és akkor én a saját sztorikat be is fejeztem ezzel, a Pokol hét kapuja, ugye, azt amiről beszéltem, ez a Eibon című, mi Eibonnak hittünk, mert így volt ráírva a VH-nak az oldalra. Pokol hét kapuja, ez egy klasszikus Lucio Fulci horrorfilm egyébként. A Lucio Fulci az nagyon. Így van, te is azt hiszem, múltkor is láttam rajta egy abszolút. Igen. Én a Fulciban csak Lucio Fulcit húzok fel. Nagyon egy Pierre Cardigan után hordtad eszem. Azt már letettem, most már csak Lucio Fulci. És abban volt egy jelenet, amikor az elátkozott házban, ami a pokol egyik kapujára épült, a vaklány. Jaj, ne! Este. Jaj, ne. Megy a szobában, de a szoba akkor már tele van zombikkal. Jó, jó, álljunk meg. Megy a szobában, és egymás után fogja meg a lábakat, és utána a saját kalkozatja a kutyára széttépi. Nem értek, nem, nem, nem menjünk, okay, jönnek, ne boncoljuk nagyon. A Colos nagyon csöndben van. Ja, hogy nem dolgozik. Írja valaki, igen, Feri, nem azért van csöndben, mert nincsenek filmes élményei, ő már szerintem ma reggel három állatot átköltöztetett az örök vadászmezőkre, öli, mészárolja a disztókat, hogy sok kolbászt lehessen. Meg neki még viszonylag kevés filmes élménye, most éppen a Tenkes kapitányát nézi Dián. Így van. Illetve régi daguerotípiákon a Ben Hurt elemzi. Igen, és Petőfinek a képét forgatja balról jobb. És Kossuth beszédét hallgatja. Igen, Viaszengerről. Na, azt mondja, hogy nézzük, mit írnak a hallgatóink. Ugye a kérdés az volt, hogy kinek milyen jelenet égett a retinájába gyerekként, hány éves voltál, ki mutatta meg neked, hol láttad. Akinek van ilyen jelenete, tényleg tudja, hogy minden megmarad. Falu nyaralás 10 év körül óvakodja törpétől, erről beszéltünk, ezt játszották a kultúrházban, eléggé beragadt, pont ezt írja Brian és az Albino Pali. Úgy látom, hogy ez neurális. Generációs. Twin Peaks 7 évesen a felé takaró alól halálos félelemben néztem, a zenétől most is kiráz a hideg. Igen, ez a gyanútlan szülők, akik leültették ugyanúgy a gyereket is, amikor a Twin Peaks nagy sláger volt, és nem értették, hogy hosszú évekre meghatározzák a gyermek jövőjét. Ha Twin Peaks nézett meg. 10 éves lehettem, amikor a nővérem kirángatott az ágyból, hogy nézzek meg bele egy nagyon jó filmet, ami most fog kezdődni. Kérdeztem, hogy mi az, ő erre. Tök aranyos film, a címe az, hogy The Blair Witch Project. Hát ugye más, mi már ezt felnőtt fejjel néztük, ő valószínűleg fiatalabb. Nekem ez nem mondott semmit, ő pedig tudta, hogy ha azt mondja ideglelés, akkor eszem ágában sincs megnézni vele. A kőrakásos jelenetekbe belegondolva a mai napig kiráz a hideg, gondolhatjátok, hogy viseltem akkor. Én tényleg azt hittem, hogy ez egy dokumentumfilm, és ezt valaki végig kamerázta, ugye egy kézikamerás kis felvétellel. Ez rátett egy lapáttal. A mai napig aznap nem mertünk egyedül aludni a szobában. Figyelj, hát ez minden... nekünk már felnőtt fejjel. De akkor is óriási fantasztikus volt. Ötlet, ugye úgy is adták el a filmet, hogy ez egy ilyen talált film, hogy egy ilyen kézikamerás, vagy stb. És azt csinált, aztán 25 ezer dollárból csinált 250 millió. Zseniális volt, igen. 6 éves koromban a bátyám kényszerített, hogy nézzem meg a Predátort. Azt mondta, ha nem nézek, oda megver. Mondjuk nekem tetszett. Zseniális film. Igen. Az Alfa Holdbázis című sorozatban az a rész, amikor valami energialény beszippantotta az űrhajósokat, és leégette húst a testükről, mai fejjel nagyon gagyi, de kisgyerekként félelmetes volt. Beszippantott őket, és ilyen összeégett briketként lökte ki magából. Jézus. Nagyon durva volt. Igen. 10 éves koromban két bátyám leültetett a tévé elé. Jön, ez felnőtt hallgató, ugye, és emlékszik, hogy 10 éves. Mi a bátyám? Két bátyám leültetett a tévé elé, és meg kellett néznem az Omen 1-2-3-at. Hónapokig nem tudtam aludni. És vizsgáltam az anyaigyeimet, hogy nem formáznak-e 666. Igen. És alvás közül leborotváltam az öcsémnek a haját, hogy hát, ha benne. Igen. Ne, az megvan, amikor annyira féltél egy filmtől, hogy nem mertél még a budira se ráülni. Én megnéztem az Aratnofóbia című filmet, talán 12 évesen. Igen. Úgy mentem budira gyerekként, hogy az egész WC-t mindig átvizsgáltam. Kicsit mindig nyitva az meg, vagy gyerek, így nyitva agyon a WC ajtót, mert arra gondolsz, hogy mindig onnan támadnak, amire nem számítasz, alulról. És szerencséből a fajanszból jön majd ki a vérpók. És úgy ültél, hogy leültél, gyorsan megoldottad a dolgot, de nem tudtál elvonatkoztatni attól, hogy tuti, hogy most valami leránt a WC-be, és megjelennek a pókok. És gyereki mindent átvizsgáltál. És ilyen ős ellenségként kezeltél minden nyomorult kaszás pókot, ott szeretnését adod, ott ezért a csetlet botlott nyomorult, tudod, alig tudott, alig volt benne életet, ránéztél, és igen. És most megnézed az Aratnofóbia című, és fölröhögsz, hogy úristen, hogy tudtál ettől félni 10 évesen? De 10 évesen nem mertél elmenni a budira. Egy táborban voltunk, 6 éves voltam. Az idősebb srácok egy sátorban tervezhették. Nekem aludnom kellett volna, de kiszöktem, és a sátor ponyvái között lestem, hogy mit néznek. Az X-aktákból ment a farkasemberes rész, pont az jelenet, amikor átalakul. A mai napig emlékszem, mit láttam 22 évvel ezelőtt. Óvodás koromban vittek el a szüleim moziba Roger nyúl a Pácban című filmre. Volt egy jelenet, amikor a gonosz szereplőt kilapította egy úthenger. Onnantól kezdve, ha megláttam egy úthenger, sírógörcsöt kaptam.
Ez nekünk is volt ilyen, csak mi egy gyerekfilmre akartunk beülni a drága nagymamámmal, csak elnézte, és a Poseidon katasztrófájára ültünk be, de annyira aranyos volt, hogy nem mert ugye kimenni a moziból. Így ültük végig. Így ültük végig a bátyjából. A híradónál még nem féltünk előtte. Mikor híradónát kacsa? Emlékszem, Poseidon katasztrófa. Úristen. Talán a Bartók moziban. Nem hát figyelj, nem aludtunk. Volt, sokáig nem aludtunk. Jól, a nagy nagyon élvezte. Ha valaki látta, akkor ezt tudja, a Hugo a víziló. Beülsz rá, nagyon kedves, nagyon helyes gyerekfilm, csak amikor a Hugonak az egész családját lemészárolják, akkor így tudod, így ott valami, igen, ott valami zökkenés, vagy egy kis döccenő volt a forgatókönyvírónak az életében, a magánéletében biztos, amikor ez a rész azért. 101 kiskutyám a szörnyel, a autós üldözése óvisként, ki kellett jönnöm a moziból, azóta se láttam, pedig eltelt 30 év. Az nagyon teljesen szörnyű volt. Nagyon féltem. Erdőszelleme nagyon sokan írjátok, hát nem tudtam kihasználni a lányzó közeledését, mert szintén lerágtam a körmeimet. Tompika küldte nekem. Nagy klasszikus. Elkapott jelenet sötét szobában, csaki arca közelről, amikor megmozdul a gonosz kis szemecskéje. Érdemes megnézni, igen. Azóta se láttam az egész filmet, de a játékbabáktól kiráz a hideg. A Fekete esőt akartuk megnézni anyummal, az egy jó film, az egy Michael Douglas Black film. Rain, így van. Az egy nagyon jó film. Nagyon jó mozik. De véletlenül a Freddy 4-re ültünk be. Az első jelenet élezi a körbeit, sírva jöttem ki. Hát a Freddynél nincs kegyetlenebb. Ha az gyerekként megnézed, kicsit megállsz a növésben. Igen. Hát amikor Freddy vezeti a buszt. Nekem mond. Szerintem neked tényleg az volt az eset. Nekem meg volt minden rész. Igen, ha 12 évesen óférket nézed, meg nincs baj, de beleszaladtál a Freddy. Ül és vezeti a buszt, és az iskolás buszt, és a gyerekeket, és már látod, hogy a Freddy vezeti, és a csíkos félelmetes atya is. És a ugrókötelező kislányok a ház előtt. Igen. Ha a Hitchcock madarak 6 évesen néztük meg az unokatestvéremmel, 10 éves koromig a galamboktól is féltem. Amikor betörnek a házba, majd elkapják az öreg nőt, a hintaszékbe találják meg, szörnyű volt. De emlékszem. A madarakhoz fűződik egyébként a legbizarabb élményem. Én nem láttam a filmet, mert annyira féltem, hogy nem mertem megnézni. Aznap láttam, hogy lesz az újságban, leutottam, és egész ilyen rémálmaim voltak úgy, hogy egy kockát nem láttam belőle. Főleg nagyon durván megmarad. A gyerekként tényleg nagyon durván megmarad. A barlang, amikor a csaj a kamerával ráfordul a lényre, este mentem a pincébe, mindig bekiabáltam, hogy lények, menjetek a helyetekre, akkor 28 voltam, de bekiabáltam. 10 pontos film. Hú, tudom, nagyon kemény, igen. Az Androméda Tör című filmet 8 évesen láttam. 20-25 évesen is porrá váló vérrel álmodtam. Ezt Endre küldte nekünk. Az én 3 éves kislányom a TV Maci Paprika Jancsiától évekig iszonyatosan rettegett. Ezt Attila küldte nekünk. Azt mondja, hogy tetves varjudombi mesék, hát jó volt az. Csősz, öreg apád, kész, már ben volt az ágy alatt. Anyád meg nem értette, hogy miért nem nézett varjudombi mesék. A főcímben konkrétan összepisíltem. Azért jó lett volna, hogy egy gyerekpszichológus, ha megnézetik ezeket a kis rajzfilmeket, vagy animációs filmeket, mielőtt a képernyőre küldik. Ki szerette a varjudombi mesék? Csősz, öreg apád, nem tudod, és a varjakot, és kész. Meghaltak, én nevellek fel. De tényleg, és boltokból vannak. Tudtál aludni. És kézzétek el, megy a köztévén. Álltam a szobába. Kedves karikával nyugtass. Hát remélem. Én emlékszem a hófehérkére, amikor a klasszik Disney hófehérke, amikor 6 évesen tesómmal beültünk, és van az erdős jelenet, amikor hófehérke menekül, és nézik a szemek. Szörnyű. És tudod, édesanyám, mosolyogva tudod, ül, hogy hát ugye? Elmentünk mozizni, ugye? És azt látta, hogy két gyerek tudod kapaszkodva a székbe, így ül a hófehérke. Apátok, sose hozott el veled, ugye? Milyen jó anyád, és jót akar. És tudom, hogy a budafoki moziban néztük meg. Nem voltam több 8 évesnél, és amikor hófehérke menekül az erdőbe, kész. Megláttam egy fát, és 4 hónapig bepisíltem, tudod, és nem értették, hogy miért nem lehet velem erdőben nálam lenni. Emlékszel erre a jelenetre? És a szemek, az őzek. Nálam ugyanezt a reakciót váltott ki. Mónika Só azt mondta, sose halsz meg része. Köszönöm, hogy legalább nem Balázs Sót mondták. Köszönöm neked, hogy legalább Mónikát mondták. Igen, szemek. Igen, szemek, néhány fog. Köszönöm, hogy nem a Balázsot mondtad. Csehszlovák horror vámpirautó a gázpedálon átszívta valaki. Tudom. Igen, erre nem emlékszem. Annyira primkó az ötlet, de nagyon félelmetes. Igen. Volt. Ezek félelmetesek, látnátok az anyósom, amikor reggel kijön a szobába. Ja, Istenem, már nagyon jók vannak. Azt mondja, hogy Dunakeszi 12 évesen felnőtt tesóval Vörös Csillag mozi, azóta kocsma, Star Wars. A redőny zörgött teste, anya, apa be akar jönni. Felkiáltás sorra adtam ki, Csacsi küldte nekünk. Igen, Vörös Csillag mozi, hát azért a nevében benne van. Ott Csacsi volt. Ott Csacsi volt. A legnagyobb. Most már ugye a hotel. Igen. Én belefutottam, még ilyen, voltak ezek a zombi, csak az volt, hogy zombi 1, zombi 2, zombi 3, hát
is tudom, azt még emlékszem, hogy hol láttuk, az is egy ilyen zsúron volt, valaki betette. És az volt a lényeg, hogy úgy tudtak csak megmenekülni, hogy a motorcsónaknak leszették a propeller részét, azt próbálták berántani, és azzal mentek neki a zombiknak. Hát nem tudod hova tenni. Tehát kaszinotojás, sonkatekercs, így 8 évesen a zsúrba tudod ránézel a többiekre, mindenki nagyon fél a szobába, sehol egy szülő, és első, senki nem nyugod. Vagy első barátnővel vagy moziba, tudod, és ez egy haza kísérsz. Ne, hogy kísérlek, és tudod, hogy azért nem mersz vele hazamenni, mert egyedül kell visszajönni. Klasszik, abszolút klasszik. Hányszor éltem át, ültünk a kanapén valamelyik haveromnál, akinek volt VHS lejátszó, hogy ott ültünk hárman, és a kazetta már végigfutott, a tévé meg ott sisterget, és nem mertünk hazaindulni. Tudom, én ilyen voltam, most megnézett felnőtt fél, és rögsz annyira gagyi. Édesapám nagyon szerette a Légy című rohadt szánalmas, ám de óriási klasszikus, ugye, amikor egy pici légy bemegy a kamrába, és nem klónozzák, vagy nem tudom, mit csinálnak, hanem egy légyé változik. Először egy kis szőrszál. Igen, nem tudod hova tenni 9 évesen. Tehát vannak vele problémáid, a feldolgozás szakaszban vannak. Problémáid vannak vele utána. Én már ott egyik picit megrekedtem a fejlődés egy szintjén, amikor a macskát átküldte, és nem sikerült túl jó. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. Take off my clothes. Blow out the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes. And bless me further. Don't ask me why. Don't ask me why. Don't ask me why. Harmadjára visszakér volt Maján, és azt mondja, igen. Így ahogy mondod, volt a végén Maján is van? Hol? Majális, volt Majális? Mikor? Igen. Tegnap. Ebben nincs igen. Ott van. Hétvégén. Ebben nincs igen. Siketek vagytok? Az igen helyett hétvégén. Ha az volt, voltál Majális a hétvégén. Ebben nincs igen. Figyeljetek, hallgass meg. Hallgass, hogy hétvégét van. Így ahogy mondod, voltál kint hétvégén. Majális. Volt Majális? Mikor? Igen. Nem. Nincs benne. Az akkor az igen. Nincs benne. Nem hétvégén. Nem, még egyszer elmondja, hogy hétvégén. Hétvégén. Az egy igen. Ebben nincs igen. Volt egy kint hétvégén Majális? Volt egy kint hétvégén Majális? Majális. Volt Majális? Mikor? Voltál kint a Majális a hétvégén? Volt Majális a hétvégén. Hát, ennyit mond. Ebben nincs igen. Tényleg nem mondhatod azt, hogy hétvége. Ez vár rám. Nem mondhatod azt, hogy ez egy hétvége. A Zsűr süket. Hagyjál már pikát. Gyerekek. A Zsűr. Örülünk, hogy él. Gyerekek. Meg az Anna is, meg az Ákos. Igen. Igen, hétvégén. Most azt mondom. Ugye, hogy nekem se könnyű ezzel a nővel élek együtt. Hallgass meg, hogy veszekszik. De én most kicsim, én azt mondom, amit te mondasz. És úgy van, ahogy te szeretnél. Én se hallom. De most kérdezett tőlem, hogy én is süket vagyok. Kérdezette arra az, hogy hétvégén? Azt mondom, nem. Azt mondom, hogy igen. De milyen mondom? Igen? Hát nem mondok hétvégét. Utoljára, hallgassátok meg. Figyelj. Így ahogy mondod, voltál kint hétvégén. Volt egy hétvégén Mikor? Nincs! Voltál kint a Majálison hétvégén? Igen. Hétvégén? A Majálison? A hétvégén volt? De te rajtad nincs fejhallgató. De nálam hallgatta a Viki. Én odaadok neki két ajándékcsomagot, de ki mondta? Nem mondta ki. Hallgass meg. Utoljára. Így ahogy mondod, voltál kint hétvégén Majálison? Hol? Majálison. Volt Majálison? A hétvégén. Mit mutogatsz rá? Te mondtad ki, hogy igen. Te mondtad. Mutatok mindenki. Ki mondta? Rohadtul nem. Hát. Jó, én. Ott van valami. Hétvégét mond. Hétvége az 50 felé igennek tűnik. Ekkora a baj? A hétvégén ezt mondja, igen. Te mondod ki, hogy igen. Hétvégén. 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 És azt hallod a hétvégén, és azt hallod igennek. De hát, volt egy kint hétvégén Majális? Volt egy hétvégén Majális? Majális. Volt Majális? Mikor? Igen. Tegnap állítólag Pesten valami nagy banzak. Ott van. Megvan a lassított fekete-fehér, csak azért, hogy ráérjetek, hogy olyan süketek vagytok, mint az ágyú. Ez egy presztízs alatt köztünk, hogy kinek van igaza. Ennyi, 10 éve így nyomjuk. Tulajdonképpen megkapja kész azt ennyi. Tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy a játékos kap a játékcsomagot, hogy nem. A lényeg, hogy nekem legyen igaza. Meg tudjuk mutatni lassítva? Hallgassátok meg, hogy nem mondta ki. Nem. Figyeljetek, nem mondta ki. Majális van. Hol? Majális van. Volt Majális? Mikor? Igen. Ott az igen! Hát ott van! Hogy menj alatt, híve vagy? Mit vágtál? Vágd újra! Hogyha az egyben hát ott van! Hogy most igen! Az a te igened volt! Nem, nagyon de hogy lenne már a Jani igenje? Akkor miért az én igenemet lassítjátok be? Ez az ő igenje volt? Igen. Ja, az a te igened nem, volt! Nem, de nekünk...
Hát de előtte Maján is van hétvégén? Igen. Maján is van? Hol? Maján is van. Volt Maján is? Hétvégén. Ez a hallgató igény. Hogy lenne már? Te szerencsétlen. Most hallgass meg. Nem. Most hallgass meg. Ez van belasítva, hogy hétvégén. Nem. Hallgass meg. Na figyelj. Hallgass meg. Figyelj. Voltál Maján is van hétvégén? Hétvégén. Maján is van. Hol? Maján is van. Volt Maján is? Hétvégén. Hétvégén. Hol az igen, papa? Ez nem hétvégén. Süket papa. Ez nem. Na jó, ezt nem tudjuk megadni. Ez egy, ez na jó. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Ez itt a Best of Morning Show. Gondolkoztam Viki karácsony ajándékem, és... Egy új autó. Á, fenékez. Nem automániás, nem automániás. Nem, meg új autót nem szabad venni. Az piros lámpánál, az első piros lámpánál egy negyedet buktál. Bekapcsoltad a biztonsági övet a szalomba, és 20%-ot buktál, hogy kiurultál az első piros lámpáig, tehát nem szabad. Az már tényleg csak akkor, ha nem számít, főleg a nagyobb autóról van szó. De gondolkoztam rajta, hogy... Nem gondolkodom, igen, karácsonyi ajándék, hanem aztán elhesegettem a gondolatot, és rájöttem, hogy inkább magamat lettem meg. Igen, inkább megveszem. Boldogság. Inkább megveszem az új Q7-es magamnak, sokkal jobban tetszik. Meg kell az a legnagyobb boldogság, ha igen, boldognak. Hát milyen feleség az, aki nem akarja igazán biztonságban látni a férjét, nem? Hát, most üljek egy rossz autóba, nem? Mivel tudom boldoggá tenni a családomat karácsonykor? Ha magadra. Ha boldognak az látnak engem. Így van. Egy széles mosolyod az arcodon. Hogy tudom magamat boldoggá tenni? Egy új autóval. Nézzétek. Nézd, Benni, milyen boldog apa. Ugye, hogy te is a régi játékaiddal. Ugye, hogy neked is milyen szép a karácsony, hogy apád nem vett meg ma már kétszer, annyira örül az új autójának? Na látod, hát akkor örüljetek annak, hogy én boldog vagyok. Nem ezen gondolkozom, hogy el kell, hogy lopjam az autóját. A Vikinek? Nagyon jó ötlet. De miért? De ez most miért mondom el? De miért? Most témát csinálok, és utána nem tudom, nem... Aha. Mi lesz a karácsonyi ajándék? Át kell konvertálni. Na most, hogy előtted az ötletet. Most tudom, hogy nem hal. Igen? Tudom, hogy nem hal. Ellopatod az autóját, és utána visszaszerzed, mint hős. Hogy mi a terv? Egyébként nem rossz. Viki, én érted. Hagyd majd én, visszaszerzem. Ne hidd a rendőrséget. Nem kellenek ide azok a nyomozók, akik a profik. Két fekete koroncsink. Így van, majd én. Majd én tudom, hol lehet. Nem, arra gondoltam, hogy nagyon fázós, és ezért egy decemberi alkonyon ellopom az autóját, és teszek bele ilyen, neki nincs benne, ilyen utólagos, ilyen állófűtés, tudod, amivel itt ilyen kis kályhát szerelnek bele, egy hősugárzót, és akkor megnyomsz egy gombot, és meleg lesz az autóban. Aha. Egy kis kályhát. Egy kis kályhát raknak, igen. Csak klasszik villanyrezsó. A szelet, vagy a szenet. Egy ilyen hordozható villanyrezsó, nem olyan drága egyébként. Én is tudok adni, ebben én investálj. Beüregél a kocsiba, és süt rajta egy rántot, tehát ilyen kis két kerámia lapos. Abszolút jó, meleget csinál, igen. Van benne egy ilyen kis üzét, kis csavart fűtőszál, az kész. Kicsit porszaga van. Nem csak, de régi szép emlékek jutottak eszembe, és arra gondoltam, hogy hátulról teszem be. Ez jó, ez miért kell ellopni a kocsit? Nem, azért kell ellopni a kocsit, mert bele akarok rakatni neki egy ilyen utólagos állófűtést. De rájöttem, hogy nem nagyon szeretem ezeket az utólag beépített ilyen összeeszkábált dolgokat, mert egy kicsit olyan, mint amikor régen neked volt egy kicsit gyengébb autód, amit te elvittél tuningolni. Na és erre akartam kiukadni, hogy biztos sok olyan hallgatónk van, sok olyan hallgatónk volt a múltban, aki valamilyen úton, módon megpróbálta felturbozni a saját autóját, ugyanis megnéztem, hogy vannak ilyen utólag beépíthető állófűtések. Betolod egy ilyen kis tuning műhelybe, és ott beleépítik neked ezt a kályhát. Igen. És meleg lesz az autóban az neki, anyós, hogy ne fázzon. Az anyósülés rovására. Jól mindent igen. Lehet egyszerre. Annyi friss fának kell bent lenni egy gyújtósnak, egy gyújtónak. Német briketnek, egy kis háztartási koksznak. Minden reggel meggyújtom neki a garázsra, és abszolút meleg lesz. Csak aztán mondom, eszembe jutott, hogy nem nagyon szeretem én ezeket az utólag feltuningolt, ilyen beépített, nem tudom milyen dolgokat, tehát úgy, ahogy kijött a gyárból, az jó. Jó, de régen egy kicsit mindenki tuningolt a saját autóján. És ebből akartam én témát csinálni, hogy amikor volt egy Ladád, volt egy Skodád, volt egy Trabid, vagy akár ha most van autód, amit tuningoltál, milyen bűnt követel az ember a saját autója ellen, hogy egy kicsit nagyobbat tudjon vele dobbantani, jobban nézzen ki. Régi optikai tuningokról akartam beszélgetni, és arról, hogy milyen
idézőjeles csalásokat lehetett elkövetni, hogy a te autód modernebb legyen. Ilyet régen mindenki csinált, ma már ez nem annyira divat. Hát ma már nem annyira csinálják, divat. Ma már profin csinálják. Igen, a persze. A régi az volt, hogy például a Ladáknál tudtál olyan kerékjárat szélesítést csinálni, ugye a négy kerék fölé, ahol popszegeccsel volt ráhúzva a műanyag elem, ami ugye úgy egy ilyen szélesítés volt a négy keréknél, de láttad, hogy ezt valaki utólag ilyen popszegeccsel ráhúzta igen. A vackot, úgyhogy akkor az volt, de ma már vannak jók. Ma már vannak jók, igen, például amit én nagyon szerettem régen, az volt, amikor ilyen neon világítást tettek alulra. Rettenetesen prosztó volt. Jó volt. Azt idézőjelesen szerettem látni, amikor elment valaki egy ilyen autó, lila egyes Golf, Árpád hídon kiló 20-szal kettesbe végig, és alul megvilágítva, ugye, az autó alatt a beton, ilyen, mint a neonzöld, vagy lilával megvilágítva. Se értelme, se célja, se funkciója, semmi nem volt. Hát dögös volt. Te jó. Mondom neked most. Ez egy újítással együtt indult, vagy pedig volt egy külön kapcsolat. Bekapcsolták, és akkor mint egy neoncső. Régen jobbnak kellett eladnod az autódat, mint amilyen volt valójában. Skodád volt, Ladád volt, kis Polszkid volt. Tényleg bármilyen autód volt, azon kicsit mindenki tuningolt. Vagy legalábbis megpróbáltál valami optikai tuningot rátenni, ha nem tudtál motorilag valamit tuningolni. Hát aztán azt is meg lehetett persze, hogy kiütötted, meg chip tuning, meg hát annyi minden volt. A Ladáknál még nem volt. Ladáknál az még nem volt. Most divat. És ami egyébként most a csúcs, azt láttam, hogy az ilyen modern gépjárműeknél úgy van, hogy kinyitod az ajtót, akkor az ajtó alulról lefelé világít, hogy te lásd, hogy belelépsz a tócsába, vagy nem. Hát de jó. De várjál. Nekem volt olyan autóm, ami a márkajelzést levetítette a betonra. Ne! De. Én azt most láttam, az nem új. Nem, Feri, ez egy nagyon régi dolog, de... Én most láttam, hogy egy taxival mentem, kinyitotta a csávó, és a Skoda jele. És megvillant a Trabia. És a Skoda jele. Egy Skoda Superbel mentünk. Van egy pici égő, és hogy kinyitod az ajtót. Skoda. Igen. Nekem volt olyan autóm, állattam, nem szerettem, hogy a tükörben, amikor megnyomtad, hogy te keresed az autódat, akkor felkapcsolt a fényszőt, és a tükörből magának a márkának a nevét levilágította a betonra. A márka jelet, a Skoda ízi ezt az őt, sast, vagy semmi értelme. Semmi értelme. És most már láttam, hogy a Merjo jelet is csinál, tehát kinyitod az ajtót, és levilágítja a föld. Azt hallottad, hogy vannak már olyan autók, amiben van ülésfüggő? Beszarom. Hallottad, hogy az elmúlt 20 évben raktak klímát az autóba? Minek? Letekered az ablakot, ha meleged van. Mit szólsz az elektromos ablakevelőhöz? Hülyeség, teljesen. Csak egy újabb meghibásodási pont. Tele van már elektronikával. Mi a francnak? Én azt hittem, hogy ez tök új. Ez egy-két éves dolog, ez nem annyira régi. Belekéred hülye extra, belekéred, hogy megvilágítsa, levilágítsa. Csak belekéred 100 ezer forintért, beszállsz az autóba, és semmi értelme. De király. De jó. És becsukod az ajtót. Semmi. De semmi értelme. Ez azért jó, mert ha ezen egyszer átmész, akkor legközelebb autót veszem, már nem kéred bele. Tehát ez fejlődési folyamat, hogy az ember először minden, ha lehet és megvan a lehetőség. Ne vigyázz, hogy megkérsz, aztán már. De jó. Aztán már nem. Jó, de azért nem menjünk el mondjuk a legegyszerűbb optikai tuning mellett, a matrica mellett sem. Nekem a legnagyobb kedvencem, amit valaha láttam, ever and ever, azaz, amikor egy Swiftnek az oldalán láttam lángnyelveket felragasztva úgy, hogy a lángnyelvek előrefele néztek. Jézus úr! Valószínűleg tolatásban lehet rendeletesen. Igen. Jó. Igen. Hát, és nagyon jó a Suzuki-t említem, mert a Suzuki-kat még a mai napig széttuningolja. Tehát vannak tényleg Swiftek, Suzuki-k, a Vitarák, amiket széttuningolnak még mindig. És látod, hogy többet ér rajta a tuning, mint amennyit valójában az autó ér. Na, nézzük, mit érnek a hallgatóink, hogy ki mivel tuningolta optikailag, motorilag a saját autóját, és az hát mennyire érte meg. Nekem a Ladám kipufogójába a kukoricadarálóból kiszedett szűrő volt beszorítva, és ettől fütyült az autó. De mint a turbós. Mint a turbó, így van. Hát az fütyült. Hát ez reális volt egyébként, egy Ladában turbó van, de az abszolút jó volt. Tényleg, a kukoricadarálóban, mert ugye annak különböző méretű szűrői voltak, attól függően, hogy milyen szemcse finomságú darát szerettél volna készíteni. Hú, de okos. Igen. Az E30-as piros BMW tuning, ültetés, sportkipufogó, sportkormány, üvegfóliázás, és a lényeg az MS-jel. Hát igen, az MS, ugye? Mert hát akkor az mi az MS? Az MS az egy ilyen tuning csomag tulajdonképpen, hogy M-paketes egy autó, az ugye, azt hiszem, nem tudom, hogy ez motortuningot is jelent, de optikailag biztos, hogy a BMW-nél az M csomag az
az egyfajta tuning csomag. Az a Mercedes, az a Brabus. M betűt vetted meg, tehát a persze, hát volt. Valójában igazi csomagot te nem vettél rá, hanem megvetted magát az M betűt, és akkor az egy ilyen, ez egy ilyen tuningolt BMW-t jelent tulajdonképpen. Az XM Anno Trabit tuningoltam, ülésfűtés, automata ablak, meg volt ültetve, spoilerezve. Azért ezt elemezzük, hogy elektromos ablak a Trabiba, ülésfűtés, automata ablak, azért mennyit kellett rákölteni? Mennyit költöttél rá? Anyukámat mindig kézifékezve, megpörgetve vitte télen. Évi küldte nekünk. Síp a kipuffogóban. Bármilyen autónál, de főleg Trabiban volt a király. Skoda 120. 14-es felnivel Renault ülések. Hoppácska! Úgy de szép volt! Renault üléssel, megvan ez? 5-sebességes Lada váltóval. A legjobb autóm volt. Utólag is köszi, apu. Jók vagytuk, SMS-ben kaptuk, köszönjük szépen. Trabi 601 türkiszkék limuzin. Fater lecserélte a diagonál gumikat radiára. Sokkal jobban ment ettől. Igen, kis finomság. Ja, Istenem, Lada 2107, hófehér, vágott, rugók, ültetés miatt sötétített ablak, a forgatott, szélesített Lada felni, heggesztett divi. Meg mekkora szakszavak ezek, úristen. Láttam Skoda 120L-t az elején brutális légbeömlővel. Te basszus, a Skoda farmotoros. Való kapitány ére nekünk, de ugye? Jó. A Skodában igen, az volt a jó nekünk, igen. Volt 120L-ünk volt nekünk is. Az L az ugye valahogy longot vagy a luxust jelentette. Hát ugye, szerintem ugye? A luxus. 120L. Mi akkor a Bogdáni út környékén laktunk, mire az Árpád-hídhoz értélt, felforrt a vize. Aha. Tehát nagy, nem tudtál úgy, én nem tudtam eljutni az Árpád-hídtól úgy a Margit-hídig, hogy már kétszer ne kelljen félreállnom valahol, mert, és figyelted a hőmérőt, mert felforrt a víz, álljunk meg. De nem az, hogy mit elérted a határt, leértél Balatonra. Nem. A Margit-hídnál nagyjából a rakparton felforrt a vized. Na azt jó. A Skoda üzemszerűen tudta. Na jó, de üzemszerűen. Addig hány elismerő pillantást bezsebelhetél az a szimpla Skodásoktól. És tudod, hogy szerettem kis pockóval átülni Skodába? Anyámiknak Skodája volt. Hát más, fél, az élet császára voltál. Rúgos ülések voltak a Skodában, 120 magasabban ültél kicsit, mert vagy olyan volt az ülés, emlékszel, hogy kicsit úgy érezted, hogy magasabban ülsz, láttad a kocsi elejét. És kis poszki, miután szóltam, gyerekek, az úton vagyok, mindenki menjen innen, jövök. 120-el. És amikor rakparton félreállsz, mert fölforrt a vizet, gyönyörű. Hát ez a gyönyörű történet. Néztek mi? Parasztok. Ugye? Ugye? Tudod, márciusban 10 fok, de te már letekert ablak, akik kitett könnyökkel mentél, mert már nagyon menő voltál. Skoda 120. A bal könnyököt, tudod. Konkrétan igen, nem tudom mozgatni a könnyökömet, annyira fáj. Tehát szóval akkor így kellett vele menni. Ford Escort 1.8D. Opa! Teszem hozzá, gyönyörű kék színűek voltak általában, Escort 1.8D, csodálatos. Felrakadtam rá egy hatalmas VRC szárnyat, fehérvári Buencingúton mellém állt a rendőrség, elfogó TT Audi, és fogták a hasukat a röhögéstől, rommá oltottak, nagyon ciki volt. Úristen, tényleg ezek a hátsó szárnyak. Ezek a hátsó szárnyak, amikor ezeket így felraktad, még a Subaru Imprézán se néz ki jól, én utálok mindenféle hátsó szárnyat, de amikor tényleg ráraktad egy ilyen 1.8D-re. Tudjuk, hogy teljesen fölösleges, semmit nem segített rajta. Igen. Semmi nem állt olyan jól az egy darab ezüst Dodge Cheek, mint a kis polszkimnak. 1002-es Lada koppány kipufogó sportkormány, 1005-ös Lada műszerfal, kifordított BMW felni, sirokkó első ülések. Nagyon raj volt, Gábor küldte nekünk. Ó, de szép mondatok ezek, igen. Azt mondja, hogy én a 120 L-es Skodámra vettem egy zöld cikszalagot, és a gépháztetőt, csomagtartót és a tetejét áthúztam vele háromszor. Hát, olyan mutatós volt a három csíkben. Azt elhiszem. Zolika küldte nekünk. Kocka Lada hátulját Lada Niva rugóval megemeltük. Ha öt ember ült benne, nagyon megült. Ha ketten ültünk, akkor brutál magas volt a hátulja. Boldogak voltunk az első autónkkal, ez kb. 15 éve volt. Én Békéscsabán a 123-as Mercim hátsó rugójába tettem zsiguli rugókat, hogy a romániai gázolaj csempészéskor ne érje le a seggel. Ez 2000-es évek volt, Karcsi küldte nekünk. Kaszkó matrica szétvágva, csáó köszönés felragasztva. Megvan? A kaszkóból csináltak a csáó matricát. Igen, Tibi küldte nekünk. A napmondása ritka, mint a Honda Civic gyári kipufogóval. Ó, de szép volt a kis Honda Civic-ek, de szép a kocka Civic hátul, de szerettem még a kocka lámpás hátsó Civic. Szépek voltak. Akkor. Nekem még volt egy 16 szelepes 1.8-as GT Mitsubishi Coltom. Szintén, amikor még nem jöttek a lekerekített Coltok, hanem még a kocka lámpás hátsó. A kis polszkiból egy olyanba ültem át.
esten kell. Császár voltál, mi? Arra emlékszem, hogy a Kacsó-Pongrácz felüljáron éjszaka úgy jöttem le, hogy így pörögtem vele, tudod? Háromsávos felüljáró, hullámvasút, tél, csúszott az út, senki, kicsi alászett, gáz, kézifék, gondoltam, picit kirakom a segét, így jöttem le. Friss jogsival, hármat pörögtem, de senki nem volt, igen. Egy 8 GTI, akkor? Hát az császár Kispolszkival, az nagyon, nagyon nagy szám volt, és Kispolszki után. A minap láttam egy 20 éves lila Seat Ibizát, brutál hátsó szárnyal, Lexus hátsó lámpa, elől BMW Angel Eyes, fergeteg volt, Miki küldte nekünk. A ladákhoz lehetett kapni kis sípot, amit a kipufogóba kellett rakni, hogy olyan legyen, mint a turbo, amiről ugye beszéltünk. Anyám Suzuki-en sportmatrica van elől a motorháztetőn, ez legalább három lóer. Jaj, de jók ezek az SMS-ek, úristen. Két kazettás levehető hangfalas magnó megvan? Nekem Trabantó volt, a két hangfal ment hátra, a kazettás egység a kesztyűtartóba. Még Equalizer is volt benne. Ezt Gábor küldte nekünk. Metál zöld Trabim elejére egy törött kamionról leszedett Fiat Iveco feliratot szereltettem. Akkora volt, hogy alig fértem. Miért? Hogy miért tettél föl egy Trabantra akkor egy Fiat? Mit hittél, amikor azt fölraktad? Jaj, de szerettem, így van. Lada tuning váltókart elfűrészeltük rövidekre, koppány dob dísztárcsa, sárvédő szélesítés lavorból. Ezt bátya küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán, ha láttátok volna a bordós zsigámat, hátsó ablakon maffia ráccsal koppány kipufogóval. Hátsó ablakon hát maffia. Azt a maffia, azt nem értetted, mert hogy az tényleg nem volt jó semmire. Hátra már nem láttál tőle, árnyékolta, ott a izét, a hátsó ilyen kalap tartott, nem tudom. Semmi értelme nem volt. Sem, de valahogy mégis. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel morning show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Na a gyerekek. Na mond. Hadd lopjam el a kis szabadjárását. Ti emlékeztek még a pillanatra, amikor először sírt fel életetek gyermeke? Igen, sajnos. 8 éve, fél órával ezelőtt 8 éve született meg Panna lánya. Képzeld el, és most úgy eszembe jutott, hogy írt rám a feleségem. Az előbb nem hetet mondod? Esküszöm, hetet mondod. 7 éves a gyerek, de 8 évvel ezelőtt kellett megszülessem. Mert 0 évesen születik egy gyerek, tudod? Tehát ahhoz, hogy 7 éves legyél, ahhoz 8 éve kellett megszületned. Igen. Miért nem? Egy éves, amikor egy éves a gyereked és egy éves születésnapját ünnepeled, akkor ő már egy éve veled van. Hülye vagy, ezzel most én dirigál vagyok. Amikor 7 éves a gyerek, akkor 8 éve már engem veled van. Engem már nem érdekel a gyerek. Engem ez a sztoriáról pedig megvan. Mi van? Most hát ezen gondolkodnom kell. Ha 7 éves a gyerek, akkor 8 évvel ezelőtt született. Mert az egy éves születésnapját azt ja, egy értem. Év alatt érte el. Értem, öcsém, mit mond, olyan, mint az elefántok, ők 50 hónapig terhesek, akkor számolj vissza. Mi csak 9. Várjál. Érted? Amikor egy éves vagy, igen. Az az első születésnapod, de nem akkor születsz. Igen. Az neked már a második szülinapod, mert egy éve vele vagy a szülőkkel. Tehát 8 évvel ezelőtt, igen. Mert ma 7 éves a gyerek. Mikor született? Mondd az évszámot, mert utána járok, jól van. Na. Várj, na? Én csak ebből tudom kiszámolni. 2008. 2008. November 4. 9, 10, 11, 12, 13, 15. Öcsém, az 7. Nem! Hallod, öcsém? 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15. A tényleg, te most a hetet mutat. Hallod, öcsém, én meg vagy. Várjál. 8-at mond, hetet mutat. Apám. Hát ha most van a 7. születésnapja. Igen. Igen. Akkor 8 éve született. Akkor 8 éve született. Akkor 8 éve született. Akkor 2007-ben született a Panna. Hogy van ez? Egy picit, de amikor egy éves volt, akkor mit mondtál? 2 éve született? Nem, akkor egy éve született. És akkor hogy egy, azért egy éves. Érted? Azért született 8 éve, mert amikor egy éves, akkor már egy éve született. Én mondom, én ezzel 10-ig meg vagyok. Hallom, én most kinyomom magam és számolok. Hol a kalkulátor? Már senkit nem érdekel a gyerek, hogy mikor született. Én érzelmi töltete van ennek az egésznek. Nem, az az én. Ha számoljunk csak, hát basszus. De 7 éves. 7 éve született. Igen. 2008-ban született. Nem, hát a 7 éves, akkor már 8 éve született. De most ez hanyadik születésnapja? Most 7 éves. A majd egyet mondtam annak a szép gyerekre. Hát ha egy éves, amikor igen. Az első születésnapja. De ne azt mond, most hány éves? Most 7-es. Most ez a 7. születésnapja? Tehát ez a 7. születésnapja, akkor 8 éve született, nem?
Ez hogy született volna 8 éve? Akkor 2 éve született. Nem? Hát 1 éves korában már 1 éve veled van a gyerek. 2 éves korában már 2 éve veled van. Hát de azért mondod 1 éves korában, hogy most vagy 1 éves, hiszen 1 éve veled van. Igen, 1 éve veled van. Hát akkor azt mondom, hogy most vagy 1 évesen, nem mondom azt, hogy boldog második születésnapot, Benny. De apa, csak 1 éves vagyok. De nem, hát de 0-tól 1-ig, az már eltelt 1 év. Azért mondom, hogy most 1 éves a gyerek. Igen. Tehát a 7 éves, akkor most 7 éves. De akkor már 1 éve veled van, érted? Levezetted? Hogy van ez? Persze, hogy 7. Nézd meg, húzza a strigulákat, óriási. Mondd meg nekem, hogy ez hogy 8. Na, hát de mikor született? 2008-ban. Ott van 1 év. Igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Most számold meg visszafelé is. Hú, basszus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nem, 8. Számold meg. Számold meg a strigulákat. Számold meg visszafelé. De miért a nullánál is számolni? De a nullánál miért számolni? Kezdj el számolni a hetesnél. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ho, én eddig bíztam menned. Nem mondd azt, hogy 8. Hát kivel vagy? Hallod? Számolj visszafelé a 7. évtől, az 8 évvel, 8-szor 365 nappal ezelőtt született de a lányom. De miért te vagy az egyetlen, és most aki fogalmazol ebben az országban? Tehát ma hazamegy, miért nem azt mondod, hogy hány éves a gyerek? 7 éves, 8 évvel ezelőtt született. Tehát most ha Benni megkérdezi, hogy apa hány éves vagyok, ugye most volt 6 október, akkor nem azt, hogy 7? Nem, ő 6 éves most, de 7 évvel ezelőtt született. 7 évvel ezelőtt született. Hazamegyek, megzavarom, aludjon rosszul, kicsit összezavarom, az estimes helyet ma más kap. Na azt hiszi, mesélek neki, de nem? Inkább összezavar. Miért állj a suli? Már rég 2 éves vagy. Fú, ez most engem levert. Ez anyjához. Én most ebbe belefogytam ebbe a másfél percbe. De érted? Jó. Abszolút értem. Na, 7. születésnapja, de 8 éve született. Agyamenten számoltam, de értem. Így van, tehát 8x365 napja van velünk, és már, most már fél órája voltam boldog apuka, ott álltam az 500 forintos kék munkavédelmi köpenyben, amit ott hello. Nem olyan iment. Nekem nincsen. Én a munkavédelmi 500 forintos kék köpenyben mentél oda, ugye ott vetted te is, vagy te már ezerest fizettél érte a gépből, nem kellett venned? Micsodát? Hát ilyen kék izét, kék vagy zöld színű. Én dobtam a gépbe, nekem csoki jött ki belőle. Ilyen műcsös. Nekem leesett a cukrom, amit bedobtam. Azt mondták, vegyek fel egy köpeny, nekem kijött egy Kinder Bueno. Kellett? Volt ilyen automata? Ha persze. Igen? Hát fel kellett venni ruhát. Neked ne, de bemehettél civilben? Nekem már rettenetesen undok nővér adott valami. Ja, hát a csókosoknak ugye járt. Nekünk semmi kellett. Annyira voltunk csókosok, bement a Viki szülési fájdalom, azt mondták, adunk alkopirit. Hallod? Hogy gyújtanám föl őket, de tényleg, komolyan mondom. Tehát az első hely, ahol a Benny született, az senkinek nem kívánok. Jó, egyre több romantikus élmény jön fel ezzel a sztorival. Nekem az annyira szimpatikus. Igen, pont arról akartam mesélni. Szép dolog. Hagyjuk majd, az meg csak délutára lesz meg. Egy óra múlva konkrétan a Benny megszületett, meg kellett császározni, mert bepisét, és tudod, mit mondott az az állat? De tényleg állat, pedig le a kalapa az egészségi dolgozók. Adok egy kis algopirin, csak ne szimuláljon. Ezt mondta. Az ilyen miért? Miért megy egészségügyisnek? Miért? De tényleg. Na mindegy. Csak felhúzom magam. Igen? Jó. Akkor igen, engedjük el. Algopirin. Engedjük el, akkor térjünk vissza az alap. Szóval, hogy 8 éves a gyerek. Igen, bementél. Te 8 éve van veled egy gyerek, ha 7 éve. Nem voltál szülésnél? Nem lehetett, császár volt. Uh-huh. Csár, még egy hónapot kellett volna várnunk. Császár doktor úr, basszus, császár, ugye, kemény, tudod, ő nem enged be mindenki. Ő nem enged be, hiába adtam neki készpénzt. Nem még egy hónapot bent kellett volna legyen Panna az anyukája hasában, de úgy döntött, hogy kijön, és akkor aztán mégse döntött. Akkor már 9. évben lett volna. Nem, az még ugyanúgy 8 éve van veled, ha 7 éves a gyereked. Ezt üzenném egyébként mindenkinek, aki okosakat ír matekból, hogy picit gondolkozzatok el rajta, és akkor értitek, hogy mi van a dologban. De hogy olyan szuper jó érzés. Ja, jutott eszembe, hogy most 7, de 8. Ez a 8. Bementem, nem az, elment nem mellettem egy fiatal szülészorvos, rám nézett, és azt mondta, megjött a pizza. Na anyád jön. A pizza. Ezt mondták ezzel neked. Megjött a pizza. Mondta így, neked, mint a puka. Igen. Én bementem. Mondod te, akik algopirit kaptatok fájdalomcsillapító. Jó, az kicsit én vagyok, azért azt, hogy értem. Két songukú volt, uram, jön az, mennyi aprót adok. Azt meg kell, azt mondja, megjött a pizza. És állt a kis klumpácskádban ott, hogy megjött a pizza? Nem klumpácskámban, érted? Nem, gólyalábakon mentem be. És azt mondja, megjött a pizza? Nem, egyszerűen nem hittem el. Kemény. Aztán azt mondta az egyik, hogy hívják, nővérke, hogy már mondtam, hogy a másik szobában nem lehetne átvinni a feleséget, mert látom, hogy ott fel lehet hajtani a támláját az ágynak, az biztos segít a tolásnál. Most kell szólni. Á, de szél. Jó. Ugye, hogy el tudják venni azért a szülés romantikáját, igen. Most hány gyertyát tesztek a tortára, Feri? 8-at? Nem, 7-et.
Hét, az első évben, amikor azt mondod, hogy egy, nem azért, mert a hallgatók is, tehát hogy a, nem, csak kérdezem, ha valaki hangosan kiabál, nem, azon a rohadt márványsajtos tortán, vagy márványsajtos disznóvéres tortán, vagy hét bérre lesz. Disznóvéres lesz, egyébként hurkákkal körbekerítve, hét lesz rajta. Ugyanis például, amikor egy hónapos a gyereked, ugye, igen? Akkor még ő nem éves, akkor de hónapos. Már veled van az első évben, amikor csak egy hónapos, két hónapos és három hónapos, még nem éves a gyereked. Az első év végén ünnepled meg az első születésnapját. És akkor van velem egy éve. Akkor már egy éve veled hát azért van ünnepled az elsőt, mert igen, hogy egy éves vagy, egy de éves. Idő, igen, de amikor te mondjuk érted, a hetediket ünnepled, boldog, akkor számolod vissza. Boldog, hetedik vagy nyolcadik születés. Apa, de én csak két éves vagyok. Mondom nyolc. Istenetesen sokáig. Mondom nyolc. Ez kemény. Na jó, van, szóval 7. vagy 8. 7 éves, nem 7 éves. Nagy buli lesz? 8. Mi lesz? Mit kap disznód? Ne, az már megvan. Viccel. Élő disznód, disznód, élő csúkot. Most disznóvágást. Disznóvágást. Most megszúrhatod. A kis barátaim. Idén az ünnepség kevés. Nincs böllér, te szúrod meg a jó utában. Mi lesz? Otthon vagy játszóház? Otthon. Otthon? Otthon. Le a kalapfa. Ja nem, a gyerekek? Gyerekek nem. Ja nem. Pár gyerek, gyerek van. Otthon. Gyerek otthon, behagyjuk. Persze, elég volt. Igen, igen, igen. Szóval, hogy mi? Na, van egy olyan hely, ahol ez egy főzőiskola, és a gyerekek csinálják meg azt, amit megesznek a végén. Pizzát csinálnak, pizzát süknek, meg de tortát. Jó. Hát figyelj, a legjobb. Meg is csinálja magának, otthon. Ott is eszi meg, nem koszol otthon. Sütés, főzés, anya. Nagyon jó. Majd ti megcsináljátok magatoknak, most már rohadtul unom. Nagyon jó. Azt hittem, hogy bevállalod az otthonit, mondom, le a kalappal, hogy 8 gyerek azonnal belenyúl a csoki tortába. Szoktak lenni nálunk egyébként. Megy labdázni, tudod? Mondom, én azt nem. Szoktak lenni nálunk, ilyen létszámú gyerekek, de ezt most nem akarjuk, ilyen főzős lesz. Mi főzős szedbe mennek el. A specialitás a gyereknek? Bármi, amit kérsz tőle. Vegakaját nem tud csinálni, úgyhogy ne kérj. De tényleg? De mi az, ami legjobban megy neki? Már micsoda, miben? Hát mit tudom én, izé, a Julienre vágás. Hát milyen recept, hogy milyen étel, mert nyilván Balázs most mondaná, hogy sáfrányos. Sáfrányos papardelle, kurkumás berzeng. Ezt 3 évesen csinálta. Jutúros marlenkával, jupcsinkás lupcsinkával. Nem, ez 3 évesen csinálta ezt a dolgot. Papardal és fafardellével. Kurkumás burkumával. Na, de mi? Mit tud? Mit tud csinálni? Pizzát tud csinálni. Mi az, hogy mit tud? Miért? Rántottát tud csinálni, segít, hogyha meg kell pucolni valamit, összevág aranyosan minden. Pontyot a szájjal, a disznót azt rendesen bontja a bontási térkép szerint, persze pörzsölni tud, begyúrja a kolbász betöltés föl. Vagy a Stefániát, te úgy! Füstöli. Ne pazarolj. Hogy mit tud? Na, hát akkor pizzát fognak csinálni. Ők igen, ott igen. Mi hozom belőle? Vagy miért? Ne, hát kíváncsoljuk rá, hogy egy 7 éves gyerek, vagy 28. Ne, 7 éves. Na, mit tud főzni? 8 gyertya van, de 7. Mit tud főzni? Nem, 7 van. 7 van. 7 éves egy gyerek. Rohagyjak meg, mindig nem értem egy évig. 7 éves. Nem is kell. Van generáció? Miben? Amit mondasz. Nincs semmi. Hát hogy lenne? Van benne anyag, vagy... A gyerekben van, persze. Soma most akkor hanyadikban van, mert akkor próbálom megjegyezni. Elsőben, de másodikban. Ötödikben. Nem, igen. öt de éves. De 6 éves született? Ha persze. Akkor 6 éves született. Jó. De 1 éves korában volt 1 éves. De mégis 1 évvel több éves, amikor született. Érted? Amikor az 5. ünnepled, akkor már... És most zene. Én az ilyen adásokat nagyon szeretem. Teljesen. Teljes minta. Igen. Jó. Jó, van, hát sok boldogságot kívánok neki. Akárhány éves is. Akárhány éves a gyerek. Akárhány torta van. Csak egészséges legyen. Csak boldogságos. Én gyerekek minden születésnapkor meghatódom. Komolyan kicsit. Mondom, kicsit, tényleg nem az meghatom, amikor ott ül a kis barátaival, fújja a gyertyát, most volt a bennek októberben. Mi játszóházba hiszünk, tehát én nem hozzánk, nem? Tehát azt mondom, hogy igazad van. Egy valaki nyúljon bele a sajtortába, és menjen be a hálószobába a halálfia. Tehát vége van, nincs arcfestés. Tehát nekem mióta egy barátom elmesélt, hogy arcfestéssel kezdtek egy 8 fős kis barátom, hogy a gyerek fölugrott a fehér bőrkanapéra, és brutálisan megtörtént a kár, úgy mondta, hogy akkor ezt nem. Fehér bőrkanap, ki volt az axiról? Nem. Na, jó van akkor. Hát így van, meg most így találjátok a kocsi kulcsot, hát még ott zsibongott körülöttetek 20 gyerek. Tehát 2008-tól 2009-ig egy. Uh-huh. Hát, két éves. Ne, engedd el. 2009-től 10-ig 2. Igen. Most meg 10-től 11-ig 3. Számold vissza, 11-től hogy 12, 4, 12, 13, 5, 13, 14, 6, 14, 15, 7. Így van, tehát. Igen. És akkor hogyan a 8?
7 éves. De nem számolhatod be, akkor jó, oké, beleszámolod, de a hetediket még nem számolhatod bele. Számold úgy, ahogy az előbb számoltad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ez eltelt éveket. Azért egy fél óra kellett, mire rájöttél. Mert az előbb, ahogy megszámoltad, akkor azt mondtad, hogy basszus, igazán a Ferinek 8 év. De másodszorra mondtam azt, hogy igazán, amikor már rám, elkezdted visszafelé számolni, és 8 év. Ha? Én meg vagyok apám, hallod? Én jövő szerdáig meg vagyok. Apám, hallod apám? Ez a Feri nagy játékos. Hallod, hogy találta már ezt is. Hogy megvezetett mindannyiunkat a rohadt életbe. Van, aki majd leesett a létráról, úgy felidegesítette magát. Nagyon kemény SMS-ek jöttek. Kapom az SMS-eket. Figyelj, jött 4. Ugye ez most vicc, kérdezi valakit. Ki ez a köcsön? Nem. Ugye ez most vicc. Írta Juli, nem lehet, nem így van. Írta Viki, nem jó, nem így, ne úgy számoljátok, így számoljátok. Nagyon jó. Tehát még a saját munkatársaink is sem tudják nem tudják megfejteni a műsort. Hogy most direkt? Ez nem direkt. Megbeszéltük előre, hogy legyél volt. Hülye és mi eljátsszuk? Vagy mi játsszuk el és te mondod komolyan? Vagy mi eljátsszuk, hogy hiszünk neked? És adjuk alád a lovad, és eljátsszuk, hogy igazad van? Jó, de most vagy tényleg elhitetjük veled, hogy igazad van? Vagy nem tudjuk, hogy igazad van-e? Tehát 4 verziója volt az elmúlt fél órának, ami egyébként teljesen reális lehet. Az most egész egy megbeszélt dolog volt, hogy mi hülyét csinálunk magunkból. Jó, de akkor mit vagy beszéltünk hagyjuk, meg, mert én más sem tudom. Vagy hagyjuk, hogy a Feri csinálja magából hülyét, mi direkt értetlenkedtünk? Melyik volt? Hmm. A család feleségem nem tudja, hogy mi történt. Az a baj, hogy én sem. Hány nem, éves nem, a gyerek? Jó, nem, az a jó ebben, hogy Feri csinálja jól egyébként, mert abban a pillanatban, hogy érzi, hogy hülyeséget mondott, úgy kezd el csinálni, mintha direkt csináltam volna. Persze, átkenem rátok. Hallod? A játékos a bácsi. Elmondom neki a jó választ. Elmondom neki, hogy miért nem jó, amit mondott. Erre beteker, és erre belém magyarázza a rosszat. És te jössz velem gyönyörűen. Lehet, hogy most már ne áruljuk ne el, áruljuk hogy el, melyik volt. Hát az a lényeg, hogy a hallgató szórakozzon, gyerekek. Hogy itt milyen trükkökkel, meg árukapcsolással kötjük magunkhoz, azok már szakmai fortéjuk. Direkt, tudatosan, tudattalanul, nem tudom. Ja, de nyugtass meg minket, már semmilyen évforduló nem várható ebben az évben. Dehogy nem, még egy csomó minden nem van, hogy kiszámolhatunk. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Egy érdekes történet tartja lázban a világsajtót, és meg kéne próbálunk megfejteni, hogy valójában működhet-e. Ugye itt van ez a hajótörő történet, ami nagyon érdekes, és szerintem aki olvasta, elgondolkozott rajta, hogy lehet, nem lehet, mi történhetett. Állítólagosan José Salvador Albarengo, ugye így hívják. Már megdőlni látszik a hír. Vagy Albarengo. Ezeket a nevek. Igen. 13 hónapon keresztül hánykolódott a nyílt tengeren. Egyelőre még van, aki vitatja az ő történetét, van, aki azt mondja, hogy igaz lehet, és ez valójában megtörténhetett. De minden esetre sokan hézagosnak találják a kis halász sztoriát, hogy jutott el egyébként a Marshall szigetekre. 7 méter hosszú csónakkal indult elő egyébként halászni. Aha. 2012. decemberében. Elindult egy egynapos halászatra, és volt vele egy 15-18 éves fiú, akinek csak a keresztnevét tudja, kisodródtak valahogy a nyílt vízre, és a tinédzser fiú egy másfél hónappal egy viharban meghalt. Aha. De állítólag a vihar sodorta ki őket a nyílt óceánra. Na mi lenne velünk? Vizsgáljuk meg az esetet. Hogy ott vagyunk hárman egy csónakban, 13 hónap nyílt vizen. Ő ugye azt mondja egyébként, hogy maga mellett úszó halakat fogott ki. Az még 13 hónap alatt csak egyet fogott, de az egy bálna volt. Igen, nyersen megette őket, madarakkal táplálkozott. Aha. És a madarakat azokat hogy csalfolta? Na ez a kérdés. A hal darabot kiteszed, a hal fejet, amit nem ettél meg, mert azon ugye, tényleg. Azt kiteszed a csónak végébe, leszár rá a szula, vagy a sirály, vagy a kormány. Ja, és akkor köré raksz egy ilyen hurkot zsinórból, és akkor megrántod. De nem úgy, hogy úgy és sokan... húz is egy darabig. Mert például köztudott, hogy igen? Például a maszályok marhára szeretik a marha vért, szerintem időnként lékeljük meg a Ferit. Elet vágnák rajta, oda mennénk, és... Nem, most, de nem, a kérdés jó, tehát valahol a humor és a komolyság aha. Között kell leveznünk. Például, ha vért akarunk inni, mert ugye nincs ivóvíz. Lehet az, hogy valaki vért ad nekünk, és megisszuk egy kicsit az ő vérét? Egy fél decit, egy decit, egy decit, mondjuk levesünk fél liter vért a Feritől, de akkor legyengül.
De hát hogy gyengül fél liter, az neki semmi. Az a baj, neki átlagos embernek 5 liter van, Feri, mert 8-10 liter vér. Figyelj, te az energiát szállítani. Elerad az óra, amire belefulladunk. Akkor meg kéne fognunk az esővizet például? Tehát csinálnánk egy pulóverből, vagy valamiből mondjuk valamilyen esernyőszerűt, fordított esernyőt, ugye, és akkor fölfogjuk az esővizet, ha vihar van? Ha. Tehát ilyen klasszik dolgokat kéne csinálni? Hát te sem maradj hát, egyedül egy valami feladatot adjatok nekem. Mert mit tudom, van valami ronydarabot. Balázsnál mindig van egy csinos pulóver. Gyerekek, hát azért a kedvenc pulcsim nélkül nem szenvedek hajót. Akkor fel kell fognod az esővizet. Hát ez könnyű lenne, mert ha mondjuk ismerem minket, valamilyen felfújható kajakba mennénk, és nem valamilyen faszerkezetbe, akkor abban úgyis megáll az esővíz. Aha, és lukod bele a lábad, és aztán azt iszod. Aha, igen. Mi alapján tájékozódnál? Tessék, meg tudnánk-e azt oldani, hogy vagyunk valahol, mondjuk kisodródtunk a csendes óceánon. Megnéznénk, ugye, tudjuk, hogy Ferinek melyik oldala mohásodik. De most komolyan, tehát például tudjuk, hogy... Oké, mondok egy egyszerűbbet. Elindulunk mondjuk Mexikóból, a mexikói öblön keresztül, és tudjuk, hogy ugye akkor azt jelenti, hogy nekünk keletre kell mennünk, mert ott előbb-utóbb valahol Portugália, Afrika, valahol ott partot érünk. Átmegyünk az Atlanti-óceánon. Hajón vagy. Hogy mész keletre? Tessék, van a csillag, van a nap, ott van az esthajnal csillag, nagyjából, ugye vannak az áramlatok, tehát bármerre mész vissza az áramlat. De hogy lövöd be például nyugatot? Vagy merre kell a nap, merre nyugszik? Merre mész észak felé? Merre mész dél felé? Hogy lövöd be? Szerintem úgyis eleve nyilván sajnálóak vagyunk mind a hárman, soha nem hagynánk egyetlen napfelkeltést. Ezért tudnánk, hogy merre van kelet. És akkor azt kell csinálni, hogy mint az állat el kell kezdenünk evezni egészen délig, mert utána, és akkor abba kell hagynunk. Amikor pont fölöttünk van a nap, akkor abba kell hagynunk. De azt tudod, hogy az áramlat visszavisz, akkor lehet, hogy egy helyben járnánk nagyjából egyébként a tengeren, mert amerre az áramlat visz, annak ha te ellentevezel, mikor nem evezel, megint visszavisz. Tehát nyílt vízen te nem tudod, hogy merre mész. Fogalmad nincs, sodrót. Tehát nem úgy vagy evezel. Ha a nap irányába próbálunk meg, jó, akkor lenne csak mondjuk egy evezőnk. Lenne egy evezőnk. Egy evezőnk mondjuk lenne. Mondjuk az nem sok, hát de nagyon legyen kettő. Akkor már Feri tud evezni két evezővel. Köszi. Ne, te drága vagy. Nem, akkor te már meg vagy. Mondjuk az is igaz, te kirakod a lábad. Téged belelógatunk a vízbe. Hátul, hogy csak a lábad tényleg leér, egyébként, és akkor az nagyon cápabarát, hogy engem lógattok a vízbe. Hát ez jó, kell csak nagy hullámokat. Van farmotor és van csali. Tehát az abszolút cápabarát megoldás, az a ver nagy hullámokat a lábaddal. Tehát azt így nagyon szeretik. Nagyon meg lennénk mi lőve egyébként. Esthajnal csillag, ugye a Vénusz, abban hova tájékozódnak? Sarkcsillag, ott azért ezeket be kéne lőnünk, csak annyira elszokott az emberet. Hát igen, az éjszakai navigációhoz ez kell. Hát a legfényesebb. Tehát abba az irányba kellene mennünk. Mert akkor merre mész, ha a legfényesebb? Hát az esthajnal csillag irányába. Na, de hova mész? Hova mész az esthajnal csillag? Mit csinálsz? Tehát megtalálod mondjuk az esthajnal, csak főn a Vénusz, főn a sarkcsillag. Ugye az a göncöl tetejétől egy hét ilyen számolásnyira, azt hiszem az a sarkcsillag. Igen, a két hátsó, a két hátsó pontot hétszer fölrakod, ott van a sarkcsillag. De azt még látjuk, akkor még merre megyünk? Sem erre nem megyünk. Tök hülyék vagyunk ez. Annyi három, olyan hajó törött lenne, hogy az... Iszonyatos, és rengeteg félreértés lenne belőle, hogy itt tudom én például így nyilván így megpróbálnánk így a tudás morzsáinkat összeszedni, és akkor felmerülne, hogy de jó lenne egy szextáns, erre Balázs mondaná, hogy azt hittem már soha sem kérdezed. Nem szextáns, szextáns. Mondanám, nézd Jani, a Feri elalszik, én benne vagyok. Szextánsat kerestem mindenféleképpen. Gyereke, a helyzet az, hogy három hülye ember ülne ott, és sodródnánk, ahogy ez a kis mexikói egyébként. Csak azt nem tudom, hogy egyébként mi az értelme annak, hogy ő kamuzik. Tehát aki kamut sejt, az hát nem megette az unokaöccsét. Lát egy energiaitalos dobozt, és, vagy egy gyilkosság, amit ő így próbál eladni? Hát fura egyébként. Tehát mi az értelme annak, hogy valaki ezt kamuz, hogy kim volt 13 hónapig ilyen nyílt vizem? Visszarakják, fölültetik egy repülőre, és visszamegy oda, amilyen állampolgár. Nem kap állampolgárságot sehol. Tehát, hogy miért találnak ilyet? Mi értelme lenne? De az meg vagy 13 hónapig nem szól senki ez? Tehát ennek szerintem van egy olyan mentális része, amit azért mi még nem is nagyon tudunk fölfogni, hogy ott vagy néma a saját érdekedben, igen, mert egy idő után már bedugnánk a másikat, a folyamatosan karatjon. Ja, iszonyat veszekedések lennének, de mikor gondolod, egyedül vagy. Igen. És 11 éven keresztül nem szól hozzád senki. És nem tudod, hogy élsz, nem tudod, hogy mit hoz a következő reggel, nem tudod, hogy megtalálnak, ott halsz-e meg a nyílt vizen. És több mint egy évig zéro emberrel tudsz kommunikálni. Szerintem megbolondulsz. Nekine a kedvenc filmje nem a Pi élete, nem? Hát valószínűleg nem az a kedvenc. Na mindegy, izgalmas történet egyébként. Hát,
Igen. Meg hát azért még megnézem, hogy fogod dolgot. El a teknőst, tehát ugye aki buvárkodik, tudja, hogy azért a teknős rohadt gyors, ott is elfogta a teknőst, tehát megnézem, hogy szabad kezel elkapsz a teknőst. Igen. De mondom, hogyha a kis túlidőkészlet ott lenne, akkor azért sokat jelentene. Tehát, hogy nagyon sokat számítana, átértékelődnének a dolgok. Tehát, hogy egy picit leértékelődnének a sztoridiaid, és felértékelődnek a damilom. Igen. Gyerekek, amíg az iPhone-omban lenne erő, egy applikációt találnék valahol. Hármunk közül én főzök a legjobban, mondd rá, Feri. Jó, de... Miből is minden. Na, mindjárt okosabbak leszünk, itt van velünk Fan Ándor. Jó reggelt kívánunk! Hello! Jó reggelt kívánok! Jó Ciao. Reggelt! Orvos a megoldás, én úgy gondolom, hogy orvos meg kéne megvizsgálni. Tehát azt mondod, hogy nem, kevésbé lehet reális ez a dolog? Vagy hogy ez inkább valami kamuszagú dolog? Hát én úgy gondolom, hogy ez nem lehet igaz több oknál fogva, mert hát ez a mexikai térség az olyan, hogy valahova előbb-utóbb kisodorja a tenger, másrészt meg én elég valószínűtlennek tartom ezt a történetet. Hát, meg lehet ezt vizsgálni úgy is, hogy valóban megvizsgálják az orvosok, másrészt meg hát a pszichológus, hogy mennyit hihetünk el ennek. Tehát ha mondjuk a Mexikó nyugati partjától elindul a csendes óceánon keresztül kisodródva egy áramlatot megfogva, akkor lehetetlen, hogy mondjuk 13 hónap múlva valahol a Marshall-szigeteknél kikössön? Teljesen lehetetlen? Hát, nem mondom, hogy lehetetlen, mert annyi minden lehetséges, de nekem lehetetlennek tűnik. 13 hónap az nagyon hosszú idő, még adott esetben normális körülmények nélkül pár nap is nagyon hosszúnak tűnik. Itt ugye egy... Én nem hiszem, hogy ez megtörtént, ez olyan mese kategória. Uh-huh. Hogyha mondjuk ettől eltekintünk, akkor mi most itt a túlélés részét boncolgattuk ennek a dolognak, hogy ugye élelem, meg ivóvíz, stb. Ez az ember, ez nyilván nem úgy tervezett, hogy akkor most majd hónapon keresztül sodrodni fog, valamennyi víz lehetett nála. Élelmiszer is valamennyi lehetett nála, de hát maximum egy vagy két napra való, ugyanakkor halász volt. Mik a túlélési esélye így egy embernek, hogy mondjuk az eszközei megvannak arra, hogy halat fogjon, de nagyon kevés ivóvize van? Hát én úgy gondolom, hogy ez így jól hangzik, hogy technológia meg hal, meg madarak, meg egyebek, de azért ezeket meg kell tudni fogni, ezeket valamilyen módon rendszeresen, és be kell használni a nem tudom, hogy milyen hajóban volt, milyen eszközökkel. Én nekem nagyon valószínűtlen, még akkor is, hogyha valaki ehhez ért, és ebből él, normálisan ez a szakmája, jól érzi magát a tengeren, a tenger békés, de 3 hónap az több, mint egy év. Tehát abban mindenféle ciklus van. Benne van a hurikán ciklus, benne van mindenféle ciklus. Nem tartom valószínűleg. Ha mi hárman együtt maradnánk itt a stúdióban, de egy csónakban lennénk, mindenféle tudás nélkül, mi az első két javaslatod, amivel így megpróbáljuk túlélni? Azt vagy a 3 napot, amíg meg nem halunk. Tulajdonképpen. Tehát, hogy nagyjából milyen esélyekkel indulnánk? 3 tök laikus egy csónakban. Mennyi ideig bírnánk? 3 nap? 5 nap? Vagy... Annak idején a medúznak a hajótöröttei, azok úgy haltak meg néhány napon belül mentőtutajon, hogy volt élelmiszerük, vízük, minden, a reménytelenségbe pusztultak el néhány napon belül, nem hitték el a túlélés lehetőségét. Tehát ez már de egy fontos dolog lenne. A hit, a borzalmas hit kell ahhoz, hogy valaki elhiggye, hogy túl tudja élni. Utána jön minden más fizikai vagy fiziológiai igény. Van, aki nyilván el tud élni hetekig, hónapokig esetleg. Volt néhány 100 napot, már hallottam én is, ilyen 100 valamennyi napot, hogy túléltek így tengeren, de 13 hónap azért az nagyon hosszú idő, ez nekem valószínűtlennek tűnik, még akkor is, hogyha vannak csodák. Uh-huh. Ha mondjuk én vagyok a kapitány ezen a hajón, jaj, srácok, hát, bocsánat, gyorsan kineveztem magam, hát valakinek össze kell tartani ezt a csürhét, amit ott mi csinálával kell egy egyéniség, egy vezéregyéniség, és azt mondanám, hogy srácok, irány nyugat, és ott állnánk mindenféle műszer nélkül. Mit tud egy laikus igénybe venni? Azon kívül, hogy nézi a napfelkeltét, naplementét, mert azt mondjuk nagyjából tudjuk. De igen, mondjuk a parancsot adtad, a többiek meg oldják meg. Oldjátok meg. Éjszakánként napközben tudod nézni a napot. Igen. Éjszaka a csillagokat, ebből nagyjából egy irány mellett tájékozódni, mondjuk a nyugatot tudod tartani, többé-kevésbé a sodródást nem érzékeled. Valamelyre elsodrót, azért akármennyire sok sziget van a csendes óceánon, annyira nincsenek sűrűn, hogy ezt tutiba eltalálj valamelyiket. Uh-huh. Most egy fejből tudsz nekem mondani valamit? Csak tényleg érdekel a dolog, hogyha az ember már ennyit is tanuljon a beszélgetésből, mondjuk egy éjszakai égbolton a nyugatot belőni, ha valahol a Hortobágyon elkeveredünk, 3-an egy ilyen bátorságpróba után, és azt mondom, srácok, megvan a kijárat, nyugat felé kell menni, fölnézünk az égre, csillagos, ott például mit figyeljek? Vagy a Delet, vagy az éjszakot? Az északi féltekéről az északi sarkcsillagot látod, hogy az egyetlen stabil pont az égbolton, semmi más nem érdemes, hogy minden vándorol.
de a Polaris nézed, akkor az belövi neked az éjszakot, ehhez képest még egy egyszerű ember is be tudja határolni magának, hogy merre van a nyugat, az 90 fokkal odébb, és ilyen módon az követhető. A napnak a járásából és a napszakból is nagyjából ki lehet lőni, de az már nehezebb. Ez a sarkcsillag, ez a göncölhöz mérem a kis szárát hétszer valami, és akkor az ott a sarkcsillag, ugye? Van, na, és mondom, már csak 90 fokot mérsz, érted, Balázs? Ötös távolságban ott van a Polaris, ez nagyjából egy helybe köröd. Hát a gyerekek, hát ahogy megvan a nyugat, ugye, az volt a sarkcsillag, akkor 90 fok az egy derékszög, akkor már utána hát le tudom Éjszakban meg, onnan már akkor lefordulom a nyugatot egy derékszögbe. Tehát nagyjából megvan, nem teljesen lehetetlen. Éjszakánként mész nyugatnak, de napközben azért ez már kicsit komplikált. Igen, most egy röpke fejszámolás ennyi hónap alatt, ennyi kilométer, kiszámolt egy hallgató, az kb. 900 méter naponta. Ez például igaz lehet, hogy egy áramlat ide-oda sodor, hogy nem haladok többet, mint 900 méter? Hogy egyet a sok vagy kevés? Nem lehet igaz. Nem lehet. Azért sem hiszem, mert ott egy irányba megy minden. Ez a Passat zóna, ahol a szigetek vannak, és amiről beszélünk, a Passat szeles zóna, ez normálisan szinte egész évben egy irányba. Hogy a föld forog, a szél ennek megfelelően ellenkező irányba fúj, és minden egy irányba víz bennünket. Adott esetben egyébként ott abban a zónában a Mexikó fele fúj minden. Azt nehéz elképzelni, hogy ő ellenkező irányba sodródjon ilyen sebessége meghajtás nélkül. Uh-huh. Tehát, hogy ott a part felé visz akkor ki minden? Hát igen, gyakorlatilag hazafele vinné normálisan az állandó szél és az állandó áramlatot. Egy ilyen hurikán például a tengeren az mit jelent? Mert ezt nem földi halandó nyilván, aki nem volt ilyen típusú nyílt vizen, el se tudja képzelni, hogy ez milyen harca az égiekkel, hány méteres hullám, mekkora eső, milyen befújó szél, tehát ezt így, hogy kell ezt elképzelni? Én voltam egy hurikánban, aminek körülbelül az 50 csomós ágát vitorláztuk meg még valamikor 90-ben. Ott már olyan 8 méteres hullámok vannak, és elég kemény az élet. Ennél nagyobb szélben voltam hurikán nélkül. Ott már nem nagyon lehet levegőt venni, csak hogyha hátat fordít az ember a szélnek, szembeszélve nem tudod kinyitni a szemedet. Ezek elképzelhetetlen szituációk. Van az a helyzet, főleg víz közelben, amikor már ha levegőt veszel is megfullad, mert tele van vízpárával. Maradjunk annyiba, hogy ez egy ilyen szép történet. Pszichológus. Aha, tehát orvos pszichológus. Igen, mi is történt valójában. Neked mennyi volt a legtöbb... Lehet, hogy időszorban van az újra eltévesztett egy évben. Mennyi volt a legtöbb idő, amit nem szóltál emberhez? Tehát ami teljes magányban zajlott, amikor éppen megkerülted a földet? Hát fizikailag nem szóltam 128 napig emberhez, de rádión természetesen igen, és telexen levelezgettünk, de úgy körülöttem nem volt senki. Ez mentálisan egyébként még milyen? Van. Az ember elkezd valakihez beszélni, vagy hangosan kimondod a gondolataidat? Hát nyilván valaki nem... ezt magához. Magához, aha. Az úgy kéznél van. És akkor így mondtad, hogy te Nándi, mit gondolsz arról, hogy... Igen. Nándikám, nem kéne azt az orbitorlát, hogy Nándi, most velem szórakozol. Valaki annak fog az ember folyamatosan minősítgeti magát, vagy... én előszeretettel, amikor baj volt, mindig társalogtam a Jóistennel, de aztán mindig rájöttem, hogy tulajdonképpen magam volt égetek, mert nincs ott más. Nagyon érdekes tudatállapot lehet, nem? Hát az ember itt el se tudja képzelni, vagy a telefonodon logsz, vagy beszélgetsz, vagy internetezed, tehát hogy folyamatosan lekötöd az agyadat. Amikor pár napig effektívan néma csönd van körülötted, és lecsendesül minden, és nincs ott senki, csak te, ez valami egészen más tudatállapot lehet egyébként. Tudod, van, akinek jó társasága, saját társasága, van, igen, akinek nem. A szóló vitorlázása általában azok alkalmasak, és az ilyen 13 hónapos tengeri sodródása, aki jól bírja a saját társaságát. Tehát, bajban van, akit nem lehet 3 percre magára hagyni. Annak nem való, igen, egyéb földszerű. Annak nem nagyon való az ilyen sodródás. Mondjuk én ismerek olyan házaspárokat, akik már évek óta nem szólnak egymáshoz, és gyakorlatilag ugyanazt élik meg. És mégis egy csónakban neveznek. Hát, igen. Én azért próbálnék ezen valamit változtatni. Igen, és kis gondolom. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Vigyázz magadra, köszönjük szépen. Okay, ciao, köszönjük szépen, Farándornak, köszönjük szépen, hello. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Tessék, mit jelent be Trütko? Tehát tételezzük azt fel, hogy mondjuk nem beteg, tehát jegyezzük meg ezt előre, hogy nyilván nem kívánjuk, szóltunk, és reméljük, mondtuk, hogy nem ilyet jelent be. Nehogy ott, hol bejelent valami 15-15 perckor, és mi 11 órakor már lógunk. Előre gúnyolódtak, pedig már valószínű sejtették, hogy nem tudjuk, nem vagyunk jobban Trütkóval. De most éppen tehát, műsort vezetén direkt megnéztem, nagyon egészségesen néztem. Igen, de akkor mi a bejelentés? Hazahoz valakit valahonnan,
Aha, de még az illető jönni akar tényleg. Igen. Ugye? Tehát azért ezt tegyük hozzá, reméljük, hogy az illető tényleg jönni akar. Megtalált az utolsó 48-as honvédő. Megtalált megint valakit valahol nagyon messze, aki ugye nem akar hazajönni, és nagyon jól érzi magát, és már 56-ban elment, de ritko hazahozza. És még a reptérén is kiabálja, nem akarok felszállni a gépre, jól érzem magam, jól érzem, jöjjön velem, a másik oldalon már várja a tények stábja, jöjjön velem, és ritko rángatja be repülőn. Vagy sokat szóra megint visszavonul. Nem, már most jött vissza. A visszavonulás volt. Comeback. Most volt a visszavonulás, Ez egy éve volt. Nem, hát egy időre eltűnt a képen, most egy ilyen pár héttel ezelőtt tűnt fel, vagy mondjuk egy-két hónappal ezelőtt tűnt fel újra a mokkába. Mi van akkor, hogy ellensúlyozza a csinosságát? Azt írja egy hallgató, és ez jó, hogy szerintem terhes, ez tetszik, de nem. Igen. Beismeri 10:55 perckor, hogy akiket eddig hazahozott, azok nem akartak jönni. Igen. Egy hallgató azt írja, elválok, és feleségül veszem Szalai Bibiát. Igen. Én simán el tudom képzelni, hogy az lesz a nagy bejelentés, hogy az elmúlt hetek történéseből kiindulva, hogy Vujic Ritko lesz a TV2 hivatalos stylistja. Szép volt. Azt írja egy hallgató, hogy Ritko, megtaláltam Elvist. Igen. Megtaláltam Elvist, hazahozom. Egész jó bőrben van. És Elvis Áron néven él Hódmezővásárhely küldtelepén. Elvis Áron? A Kossuth Lajos 12 a szám alatt. Tehát vagy megtalált valakit, igen, vagy leveszi a sapkát, vagy van vagy egy a pokol utáni pokol, a pokol bugyraiban, a pokol legaljából, a pokol, a poklok poklából. Nem? Pokol a pokolban. A, igen, a pokolban a pokol. A pokol konyhája a pokolban. A pokolnak van 8. bugyra is. Na, hát érdekes vagy. Igen. Vagy azt írja, rájöttem, hogy a méretemben is gyártanak ingeket. Hát szegény. Jó, tehát tessék egy eszemelső szemében írni. Most a komolyan mondom, kíváncsi. Igen. Mit jelent be Ritko 10:55-kor? Rájöttem, az official oldalon. Nem az XXL-es az én méretem. Igen. Hanem az L-es. Ritko beismeri, megtaláltam bankár Marcsikát. Tény. És hazahozza Marcsikát. Nem, azért az beismerem, hogy én vagyok bankár Marcsika. Hazahozza Marcsikát, akkor le a kalappal. Marcsikát nagyon sokan akarják most hazahozni. Azt jelenti, hogy most elvisz valakit. Igen, ha valójában csak eljátszottam, hogy érdekelnek a vendégeim. Tudok nyitott szemmel aludni? Most beismerem, a nyitott szemmel alvás világbajnoka vagyok. Lecseréltem a billentyűzetem, most már vannak magánhangzók. Elnézést, tisztelettel, Teveri Takaó. Mint ugye Ritko, Teveri Takaó. Valójában japán származású vagy. Igen. Megtaláltam a magánhangzókat. Okinaván születtem. 1965-ben. Igen. Aztán valaki azt írja, én vettem meg a TV2-t. Van, aki azt hiszi, hogy 10:55 perckor Ritko bejelenti, Donatella az én lányom. Igen. Vagy valami még ennél is pikánsabbat, meg volt az Urát Csaba. Új műsorom lesz a TV2-n hajnali 4-től. Annyira jó, hogy a hallgatók legalább olyan rohadékok, mint mi. Azonnal. Tehát azonnal. Műsort fogok vezetni Pampet Gabóval. És a legtúrább, a legjobban szeretem. Annyit jelent az Ritko 10:55 perckor. Andy Vajna az édesapám. Találtunk egy nagyon helyes e-mailt, és mindenki szabadjára engedheti nagyon beteg fantáziáját, és kezdhet egy kicsit gondolkodni azon, hogy az ő helység nevét hogy lehet angolul elmondani. Ugyanis terjed egy e-mail, amit mi, hát azt gondolom, hogy az imádat nem, igen, nem eléggé kifejező, hogy mennyire szeretünk, ugyanis valamilyen elmeháborodott, valamilyen puha agyú, nem tudom, aki közben egyébként zseniális, megfejtette, hogy tulajdonképpen mindegyik magyar városnak megvan az angol neve. Magyarul mondjam, és próbáltuk angol, vagy angol mondjam, és megpróbáltuk magyarra fordítani. Angolul is megpróbáljuk kitalálni, hogy mi lehet az. Jó, az első az egy könnyebb elindítunk. Pacific Csaba. Békés Csaba. Jó. Saturday Place, ez mi lehet? Ez még a könnyebb. Na jó, ez szombathely. Nagyon jó. Saturday Place. Szombathely. Jó, nézzünk egy kicsit nehezebbet. Hörlip. Itt már van egy birtokos szerkezet. Hörlip. Ugye? A lip az ugye tudni kell, hogy mit jelent, és akkor a hörlip az ugye az valakinek a valamije. Mi lehet ez ugye magyarul? Hörlip, tehát az övé, kié. Neki a valamije. Aha. Segítek, a hörlip az az ajka. Ja, az igen, hörlip az az ajka, így van. Mi lehet a legless? Fosztóképző van a végén, legless. Lábatlan. Ez lábatlan, így van. Turkish Valentine, ki lehet a Turkish Valentine?
mit, milyen névnapot ünneplünk Valentinkor? Várjál. Valentin. Török Bálint. Turkish Valentine. Török Bálint. Hol laksz? Turkish Valentine. Turkish Valentine. ez a Török Bálint. Jó, jöjjön egy könnyebb Girl Village, ez mi lehet? Lányfalu. Lányfalu. Girl Village. Így vagy. Igen. Oké, jöjjön egy picit nehezebb. Figyeljenek azok, akik esetleg ott laknak. Froggy Goes R. Ugye az R az R, tehát Froggy Goes R. Ez mi lehet? Froggy az mi, vagy frog? Frog az béka. Így van. Goes R. Goes R. Ez már egy kicsit nehezebb. Békás megy R. Így van, béka, na, békás jó, megy R. Béka megy R. Froggy goes R. Froggy goes R. Oké, tessék. He would steal. Ez egy hát, ha lenne valami, hogy ez egy feltételes mód. Csorna, lopna, he would steal. Oké, jöjjön egy könnyebb. Reach it, az mi lehet? Reach it. Reach it. Reach it. Reach it. Reach it. Reach it. Reach. Ugye, gazdag reach. Nem, a reach az ugye az fogni, elérni ja. valamit. Reach it, az érd. Eugen Nutti. Natti, Nutti. Ilyen, kicsi fonetikus az Eugén az ilyen. Így van. És Nutti, az ugye a Dió. És Diós Jenó Eugén. Na jó, oké. Eugén Nutti. Na, drága hallgatók, írjátok meg ti, honnan jöttetek, jó? A Russian girl, az nagyon szeretem. Tehát az, hogy orosz lány. Nagyon jó. Találjátok én, hol lakom. Small new accommodation. Ugye ezt írja. Na most ezt egyenként lefordítjuk, akkor az kis új szállás hely. Tehát az kis új szállás. A desert new house írja valaki. A puszta új lak. Puszta új lap. Igen. Aztán a House of Beards, hát írtátok többen, hogy az mi lehet. Hát ugye az a nyíregyháza, bár ezt többen úgy fordították, hogy Katwan House. Your Corner, írja valaki. Sarkad. Nagyon nagy. Johnny Fish Today. Johnny halász! Nem. Johnny Fish azt mondja, hogy János... János Halma. Halma. János Halma. New Please, nagyon jó. New Please, új kér. Nagyon a Haywater, azt imádjuk, mint Hayvíz. Igen, Hayvíz. Haywater. Honnan jöttetek? Én mondtam. Hayvíz. Nem még egyszerű, de együtt. A His Problem, hát az egyszerűen óriási baja. Mit találtam? Beaverfield Marketplace. Azt mondja, hogy már elfáradtam. Hormezővásárhely. Beaverfield Marketplace. Gönci Gábor, állítólag gyerekek, Gönci Gábor tényleg 19 év után otthagyja az RTL klubot, és az Urák Csaba helyére igazol, nem a Tények már. Műsorvezetőjeként a TV2 új arca és lesz. És ez az Urák jön át az RTL-re? Azt helyette, vagy ez egy ilyen helycserés? 3-2-1, most! És egyszerre jelenik meg a Nagy Tétény úton az Urák, és egyszerre jelenik meg Gönci a Róna utcában. Mint a Star Trekben, tudod, ilyen sugár, és átlőni a két embert. Csak mire megjelenik az Urák, a fenekénél lesz a fej, és a Göncinek is pont rosszul teleportálják, tudod, és elfordulnak, és ott áll majd a Gönci. Gábor, miért vagy ilyen fura? Komolyan mondom, hát most már lassan elfogynak a csapattársak az RTL-ből. Hát milyen világ lesz itt? Ugye a baj az lesz, hogy lassan tényleg mindenkit átcipkáznak, és ott fogsz állni egyedül, és az összes műsor te fogod vezetni. Balázs Klub. Hát átvitték Ábel Antóniát. Ábel Antóniát, hát ugye kezdő. Tényleg? És Erős Anitát. Erős Anitát és Ábel Antóniát. De ügye vagyok. Ábel Anitát is elszippantották. Így van. Hát de kezdődő törzőn. És most viszik a Göncit. Ördög Nórával. A Róna utcai vákum felszippantotta Ábel Antóniát. És most már Gönci Gábort is. Hát semmi se szent? Mindenkit elvisznek? Ördög Nórával kezdődött. Hát az egy régi történet. Hát régi, de az egy korai szippantás volt. A Nóri egy korai szippantás volt. Aha. Figyelj, kicsit izgulok. De hogy? Először látva mellóval?
Hát ha mindent te fogod begyártani, akkor azért ez nem olyan rossz. Nem a begyártás miatt, hanem hogy egyszer majd az lesz, hogy ülök a híradóban és kapcsolom önmagamat az időjárásnál. Balázs, de mi várható a hétvégére? Tudunk-e menni kirándulni? Balázs, kérdezem magam. Ezek voltak a 7 órás hírek, nézzük az időjárást. Milyen idő lesz, Balázs? Már is mondom, Balázs. És most sport kezdődik a tenisztorna, amelyen már Maria Sharapova nem vesz részt, hiszen nem régiben doping végzett. És most én a telefonos játék. Üdvözlöm önöket, 643-643, találják hány háromszög van a képen. Köszönjük, Balázs. És most a déli iradó. Üdvözlöm önöket, Balázs. Szóval hát tényleg ez lesz? Hát, avagy pedig bemész majd az épületbe, és ugye a biztonsági örökön kívül nem lesz, mert senki. És ki a kérdés? Ho-hú, hol vagy túl? Tudod, kinyílik majd a liftet, így... Üres lesz. Ho-hú. Hé? Itt vagy túl? Van itt valaki? Ki? Balázs. Há! Megyeszkes, már fiatal! És csak az operator az. Egy operator, és én leszek a nagy tétény székházban. És te írod be majd, ahogy hívják a súgógépről szövegét, de... Mária, utána rohanok, állítok egy kameraképet, visszarohanok, fölveszem, elindítom a felvételt, majd átvilágítom a díszletet a telefonos játékra. Ennyi. És utána már is jön a déli híradó. Mónika az RTL-en, Mónika a TV2-n, Gönci a TV2-n, Trütko az RTL-en. Hát micsoda vándorlás, tényleg, csak a Mónikát kapkodom. Is elszipantották. Mónika? Igen. Akkor ti meg visszaszipantottátok. Kevés, még kapcsoljatok, még egy kis Nem bírja a gép, nem bírja a gép. Szívjátok. Le fog égni. És így ment át Mónika a TV2-vé. És megjelent a Róna utcába. Átjött. Itt van. Egészben. Tehát lehet, hogy működik tényleg egy nagy szívószerkezet a Nagytétényi úton, és egy nagy szívószerkezet a Róna utcában, és aki közel megy, az beszívja, és transportálódik, és kiukad a másik oldalra. Most a Gönci közel ment a Nagytétényi szívószerkezethez, és nem is akart átmenni. És kidobta a Róna utcába, nem is akart átmenni. A Trütko pedig beszívódott, és megjelent a Nagytétényi. Tehát mindenhol van egy ilyen fekete lyuk. És úgy érkeznek meg valószínűleg a sztárok, mint a Terminátorban, mesztelenül. Mi van a gépben, Józsika, mi van a gépben? Itt a mesztelen Gönci Gábor. Nem merek belépni. A Nagy Tétény nyújtott, meg ott fekszik Trütko magzatpózba mesztelenül. Elképzelhető, ez így zajlik. Reagáltak erre a hallgatóink is. Való Györgyő, látszik, a gép tényleg létezik. Egy, ami tuti, ha Trütko mesztelen is, de sapka volt rajta, amikor megérkezett. Hát, ha megérkezett a Nagy Tétény nyújt reszli. Nyilván erről tudtak, hogy a tárgyalások vannak. A Gabi az egy korrekt pali, tehát én azt gondolom, hogy ő azért ezt úgy intézte, hogy ez korrektül. Tehát, hogy én nem hiszem, hogy ez egy nagy titok lett volna. Kapott egy jobb lehetőséget, és akkor, ha jobb lehetőségként tekint erre nyilván, ő hát nem hiszem, hogy ez most... Hát a híradó elméletileg azért... Azt mondjuk, hogy az a csúcs. Igen. Tehát a csúcs a Balázs tesó, ez soha ne felejtsd. Jó? Mi játsszuk a klassz slágereket. Az új slágereket. Csak slágerek. Klassz FM a rádió. Csak slágerek. Klassz FM a rádió. Best of Morning Show. Vendégünk érkezett ide a stúdióba, és ugye tudhatjátok rólunk, hogyha mi vendéget hívunk, azt mindig abból a szempontból tesszük, hogy szeretnénk érdekes életutakat feltárni előttetek, vagy bemutatni nektek, és azt gondoljuk, hogy a következő vendégünknek is, vagy vendégünkkel is hasonló a helyzet, mert hogy egyetlen magyarként ott lehet majd a kutyaszánhúzás, hát hogy is mondjam, a kutyaszánhúzás csúcsán tulajdonképpen egy olyan alaszkai versenyen, amit még magyar soha nem teljesített és nem is indult rajta. Balogottó a vendégünk, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Jó reggelt, hello! Iditarod, így mondják, ez az a bizonyos kutyaszánhúzó verseny. Magyarul Iditarodnak ejthetjük, és angolul Iditarod. Amiért csinálom egyáltalán nem az, hogy a finnugor rokonságot erősítsem, vagy ilyesmi, egyszerűen ez egy gyerekkori álom, ami valóban a Jack London romantikából 6-7 évesen kezdtem ezeket a regényeket olvasni, és megragadott ez a világ, később megtudtam, hogy Iditarod néven fut ez az 1800 km hosszú verseny, ami a csúcs ennek az egésznek. Ennyi. Erről később beszélünk részletesebben, hogy ez pontosan mit jelent. Értsék a hallgatók, hogy miért ülsz te itt a stúdióban. Ezt majd később elemezzük. Addig csak ez, hogy 1800 km, így van. Szóval, hogy Jack Londonos romantika 6-7 évesen egy könyv a kezedbe került, és onnan... Hát a vadon szava, a fehér agyar, szerintem ismerősek ezek a címek, a éneklő kutya, beszélő kutya, azóta már láttam is egy-két ilyet, úgyhogy
ez megragadott ez a világ, és hát kellett még egy pár évtized, amíg oda tudtam pozícionálni az életemet, hogy, hogy valóban ez az álom, ez egy valósággá, vagy egy elinduljon a megvalósulás útján. Na de hogy lesz valaki egy hobbi szánhúzóból profi versenyző? Ráadásul hát azért ott azon a környéken, ott ugye mindenkinek az erejében ez a fajta vér csörgedez, és apáról fiúra száll ez a tudomány. Hát azért más gondolom hobbi szánhúzóként két kutyával valahol ügetni fent a Mátrában. Mert így indulunk, egy nem? Magyar vizslával és egy mudival. Egy húzatok. Ott meg tényleg kicsit mindenki erre születik. Hát óriási a hátrányod, vagy óriási lehetett régebben. Igen, így hogy mondod, hogy az erekben milyen vér csörgedez, ez nem is áll messze a valóságtól, hiszen maga a háj réteg, ami körbevesz, és a bőrünk alatt van, ez is lehet fehér szövet, fehér zsírszövet, vagy barna zsírszövet. És nekünk itt Közép-Kelet-Európában fehér van, az alaszkaiaknak pedig barna, ami jobban tartja a hőt. Hoppácska. Hát így azért könnyű. Már még a hájuk is más. Zsírral. Barna zsírral az ember simán eltűnik. Ez tényleg utána olvastam, és igyekeztem, mert ugye ez átalakítható, és egy speciális hidegterápiával készültem már a múlt nyár óta. Ebben benne van a hidegvizes zuhany, benne vannak ilyen 5-10 kilós jégtömbök, amiket így a mellkasára, meg a hasára pakolgat is szórakozásképpen az ember. És ezzel készültem, mert ez állítólag átalakítja, és ezt a bizonyos hátrányt behozza, hogy az én hidegtűrő képességem és az alaszkaiakhoz méltó legyen. Vasárnap délután. Hideg jégakukat pakoltattam vala. Tehát beraktam a mélyhűtőbe, kivettem egy ilyen zacskóba, és utána ezeket, hát kell mérni ilyen hőmérővel, ilyen felszíni hőmérővel. Volt, hogy ilyen plusz 6 fokra sikerült levinni a bőrhőmérsékletét, nyilván nem a maghőt, és voltak fagyási sérüléseim is ebből, úgyhogy én még nyáron itthon kezdtem a fagyási sérüléseket, nem is vártam meg Alaszkát. Na de hát meg kell tanulni a kutyákkal dolgozni, érteni a kutyákhoz, kommunikálni velük. Hát ez olyan szintű ember állat és a természettel való együttműködés, hogy ezt ugye mi itthon ezt el sem tudjuk képzelni. De hát ott tényleg hosszú-hosszú évek kellenek ahhoz, hogy ránézél egy kutyára, és tud, hogy mit gondol, mi jár a fejében, fog-e reggel húzni, nem fog húzni. Szóval, hogy ezt gondolom, meg kell tanulni neked. Erre hol volt lehetőséged? Hát a lehetőségem az volt, hogy tényleg a mai szánhúzó sport legnagyobb alakjával szerződtem le, és időben bár kevesebb volt, de ilyenkor az ember próbálja máshol behozni, és a legjobb mentort választottam. De várj, nézzük magát a szerződést. Bekopogtatál, hogy hívják emberünket? Dallas Civi. Bekopogtatál Dallas Civi ajtaján, hogy hello, Otto vagyok. Jöttem Magyarországról, szeretnék nálad gyakornokoskodni. Vagy hát hogy kell elképzelni? Oda mentél hozzá, hogy jöttél így? Igen, általában ez mindenkinek megragadja a fantáziáját, hogy ez hogy történt. Hát az én történetem nagyon egyszerű, én kimentem turistaként az időtalodot megnézni egyenőre, és tudtam, hogy ott lesz majd lehetőség bizonyos helyszínekre bejutva ismerkedni ezekkel a szupersztárokkal. Ugye ez a nem tudom, a mai futball világában, vagy a Forma 1 világában elképzelhetetlen, de ez még, bár Amerikában híres ez a sport, de mégsem akkora sztárok itt a legjobbak sem, hogy nem lehet hozzájuk férkőzni. És ezekkel így megvolt a kapcsolatfelvétel. Nyilván az nem ott született meg a szerződés, de egy névjegykártyacsere után tudtuk folytatni Skype-on, és ebből lett egy üzleti szerződés. És tényleg egy kungfu mester az elmegy a tanítvány, hogy szeretnék nálad tanulni, kedves Dallas Civi, és mondta, hogy gyere hozzám tanulni? Nagyjából így? Az ennyire nem romantikus, nyilván, hogy ez kell. Igen, hát egy nap százan megkeresik, hogy te vagy a legjobb, 28 éves vagy, ahogy látom, tele vagy díjak, a legeredményesebb szánhúzó, kérlek taníts. Erre te odamész, és azt mondja, elnézett a szemben, és azt mondod, hogy téged foglak tanítani, Otto. Tehát van egy üzleti szerződésünk, ami nyilván ezeknek a feltételeknek meg kellett felelni, plusz még szerencsém volt, mert az előző Ausztráliából származó egzotikus versenyzőnek éppen lejárt a szerződés, és ő éppen megcsinált. Nem engedték be, sajnos. Úgyhogy egy ilyen hiátus is volt, amiben sikerült belépnem. Nyilván ez egy üzleti profi szerződés, aminek a feltételét nekem teljesítenem kellett. Oké, de a legjobb kutyáit ilyenkor rábízza egy amatőrre, vagy azt mondja, hogy vannak kutyák, akikkel én nem megyek, foglalkozz azokkal. A profi kutyákhoz nem nyúlhatsz, azok az enyémek. Az a háromlábú ott. Hát azért bárki ezekhez a kutyákhoz nem nyúlhat. Egyébként ez érdekes, mert tényleg van egy három
háromlábú egy jávorszarvas támadásból, és a Dallas nagyon viccesen mindenkit, aki megérkezett, én is, meg egy norvég versenyző voltam még a kennelnél, tehát mindenkit azzal mutatott be, hogy na itt a vezérkutyád, ez a háromlábú, aki ezután a baleset után már egy speciális helyen van, és egy speciális ellátást kap. Csak félretéve a viccet, igen, van egy ilyen szerződés, nyilván nem a legjobb kutyák a Dallasé, de nagyon sok legjobb kutya van itt, és a második legjobb kutyákkal, tehát az első 16-ot leszámítva a következő úgynevezett B csapattal tudtam én versenyezni már ebben a szezonban, a kvalifikációs versenyeken, és ugyanezekkel a kutyákkal fogok versenyezni majd a nagy Iditarodon jövőre. Na most azt látom, bocsánat, hogy az első kvalifikációs verseny rögtön mélyvíz volt, 300 mérföldes távot kellett megtenni, mínusz 30 fokban, és ez csak a kvalifikáció. Ez volt az első verseny? Ez volt az első verseny, ráadásul ez a Copper Basin nevezetű verseny, ez Alaszka legkeményebb 300 mérföldjének titulálja magát, ez a mottója ennek a versenynek, és nem így terveztük, mert van egy könnyebb verseny, ami viszont elmaradt, mert nem volt elég jég a folyókon, úgyhogy rögtön ebbe a mélyvízbe idézőjelben. És mondtad Alasz, hogy a célnál találkozunk, kilőtt a jó kutyákat, amíg ott maradtál hat másik kutyával, nagyjából így. Oké, Dallas, thank you. See you later. Nagyon hiányzott ezen a verseny, megmondjam, egy ilyen jó hangulatú csapat, mint a Morning Show. Tehát igazából nem sokat segített volna a verseny teljesítménye, mert így az örültem a 30, így Morning Show nélkül örültem a 34. helynek is, amit sikerült az 50-valahány versenyzőből elérni. Ez egy gyönyörű eredmény. Főleg nagyon büszke is voltam rá, hiszen 20% nem is tudta befejezni alaszkaiak és helybeliek, és nálam tapasztaltabb versenyzők a versenyt. Hát volt ott minden, volt, amikor egy tükörjégen, egy alaszka valami ismeretlen táján, egy tükörjégen csúsztam az orromon, és egy kézzel kapaszkodtam a számra, és azon gondolkoztam, hogy mi a jó Istent keresek én itt éjszaka. Na. Miért nem squasholok? Igen. Ez érdekes kérdés, és ha például te leesel, a kutyák megállnak, vagy azt mondják, hogy nem érdekel, mi megyünk tovább, senki meg nem állít bennünket. Kettes? Aha. Tehát ott valahol a 900-dik, 300-dik mérföldnél te valahol észak a mínusz 30-ban leesel, a kutyák nem állnak meg? Nem állnak meg, érzékelik a szán súlyváltozásán, hogy te már nem vagy ott, de azt gondolják, hogy neked van egy problémád, nem nekik. És ez tényleg. Ez ilyen érdekes. Tehát ha leesel a szánról, nagyjából halott vagy, vége? Hát azért vannak még esélyei, de ez nem az a jó pozicionálás, amit vizualizálsz a verseny elején, hogy éjszaka ott maradsz a vadonban, több tíz kilométerre senki élő ember, mert állatok azok, igen, és a kutyák pedig egyre távolodnak. Volt ilyen, hogy valóban sikerült majd a harmadik versenyemen, a Yukon Questen sikerült valóban elveszítenem a szánt, mert legtöbbször, amikor leestem, volt ilyen, akkor ugye vasmarokkal kell ezt a handlebart, a szánnak ezt a fogóját fogni, és ilyenkor pár tíz métert húz maga után a kutya, de azért úgy súlya, meg ültésekkel az ember próbálja rávenni őket, hogy mégiscsak álljanak meg. Na most, hogyha akkorát esel, mondjuk, hogy kiszorul belőled a levegő, és ezt hirtelen elengeded ezt a történetet, akkor állt elő ez a helyzet, amiről beszélünk, hogy ők tovább húzzák. Ilyenkor abban reménykedhetsz, hogy tudom, egy olyan kanyar jön, ahol a bokorban megáll a szán, vagy hogyha egyáltalán nem, akkor majd egy előtted levő kutyacsapat észreveszi, hogy egy ilyen fej nélküli lovas nélkül érkezik a ló idézőjelbe, és megállítja és kikötözi, kipányvázza ezt. Szerencsére nekem erre nem volt szükségem, amikor ez valóban megtörtént, akkor egy, hát nagyon nehéz volt a szán, és ilyen 30 kilós szalmabálát erősítettem rá, és ahogy ez elborult, és bele is húzta egy nem teljesen sima terepbe, ott a kutyák ellenállásba ütköztek, és megálltak. Nincs egy jel, egy fütyjel, amire megállnak ezek a jószágok. De igen, ez csak Dallas ismeri. Ja. Ezért a legjobb. Az egy külön szerződés, és ez még nem mondhatjuk fel. Ott kint a mínusz 30-ban, amikor azt láttam az első kvalifikációs versenyen, 68 óra alatt 5 órát aludtál, és fagyási sérülésekkel küzdöttél. Ki a fontosabb? Te önmagadnak, vagy neked a kutyáid? Hát ameddig így éber és eleven vagy, és még tudsz magadról, mindaddig a kutyák a legfontosabbak, mert ők azok, akik elvisznek téged A pontból B pontba. Tehát én hiába virgonckodok, hogyha ők rosszul vannak, akkor nem jutunk el A pontból B pontba. Tehát mondjuk éjjel kettőkor megállsz a mínusz 30-ban, és azt mondod, hogy van 3 órán pihenni. Az hogy néz ki? Hát az úgy néz ki, hogy a kutyáknak van 3 órája pihenni, és neked körülbelül, hát hogyha 3 órás pihenő, akkor valószínűleg 30 percet. 30 percet marad. 30 Mit csinálsz a másik 2,5 órában? Hát ugye akkor jön a te munkád, hogy megállítod a
az oldalamon van egy ilyen 44 lépéses formagyakorlat, ami egy ilyen harcművészet jellegűen egy kata, amit így leírtam az első Magyar az Editorodon című Facebook oldalon, és akkor meg van lépésre leosztva, hogy neked igazából egy plusz lépésed nem lehet, mert az már időveszteség. A lényeg az, hogy hát most nem sorolom el mind a 44-et. Csak egy-két fontos állomás, hogy mit csinálsz? Egy-két fontosan megállítom, fogom a második horgonyt, kihorgonyozom a vezérkutyát, visszafelé mozdulatból kikapcsolom a hámokat, aztán felteszem gyorsan a havat főni, hogy forró víz legyen. Felteszed a havat főni. Pontosan. Hát ezt, és eteted a kutyákat, és azt mondom, hogy masszírozod őket? Etetem, levetkőztetem, ugye 16 kutya, vagy 11, amivel én legtöbbször versenyeztem, hogy a Szóza 4 az 44 zokni, ezeket tépőzárra le kell venni, a kabátokat le kell venni, közben masszírozni kell, olajjal a talpukat bekerni, közben fő az ő vízük, és az ő egy ilyen kús koncentrátumuk, akkor közben még az hűl, addig vitamint rakok, rostokat és különböző vitaminkeverékeket a szájukba. Hát a következő életemben kutya akarok venni a szállam előtt. És mindez mínusz 20-ban, mínusz 25-ben, valahol Alaszkában. Tehát ugye ehhez le kell venni a kesztyűt, mert kesztyűbe ezeket nem lehet csinálni. És amikor ez mind megvan, akkor gondolhatsz először saját magadra, hogy esetleg te is ennél valamit, és akkor egy ilyen bevákumolt fonnyat, pizzaszeletet próbálsz becsempészni ugyanebbe a maradék kis vízbe. Azt olvastam, hogy volt olyan, hogy halucináltál egy 10 órás futam után a kimerültségtől? Igen, azt olvastam, több ilyen könyvet elolvastam, akik az Editorodot, hogy nem véletlenül nevezi, amik a Discovery Channel a világ legkeményebb versenyének, ebbe nagy mértékben benne van ez a kihalvatlanság probléma, hogy 10 napon keresztül napi 1 órát aludni, az már bizonyos halucinációval és ilyen különböző figyelemkiesésekkel jár. Na hát én nem kellett megvárjam az 1000 mérföldes vagy 1800 kilométeres Iditarodot, én már az első versenyemben ez a szóba került Copper Basinnek a legvégén, mivel nem sikerült az utolsó checkponton, valóban lett volna két nagyon-nagyon jó órám aludni, valami miatt adrenalin meg stb. Nem tudtam, és tudtam, hogy előttem van egy 110 kilométeres szakasz, ami ráadásul az egész verseny végén kialvatlanságra rá, és akkor már rájöttem, hogy nekem nem kell Iditarod, tehát én már most halucinálok, középkori várakat láttam, falvakat. Oda néztem még egyszer, mégiscsak egy fenyő volt ilyen hóval beborítva. Aztán egy perifériás látásra megérzékeltem, nem ez egy középkori város, ahol ilyen kutyák szaladnak ki a különböző utcákból. Oda néztem, és mégiscsak egy fenyő volt. Tehát ez már tudom, hogy milyen. Hát része a történetnek, aki ide beiratkozik, az tulajdonképpen ezt vállalja. Annak számolnia kell ezzel. A kutyák közötti hierarchiát, azt nyilván van, aki elől megy, aki hátul megy, aki középen megy, hát ez pontos beosztás alapján működik, de hogy a te és a kutya viszonyát kérdezném, hogy ugye hát ez több, mint egyfajta sima hétköznapi viszony állat és ember között, nem? Ott ránézel a kutyára, tudnod kell, hogy milyen állapotban van, kit hova tegyél, hova kössél be. Ők elfogadnak téged? Vagy az a cél, hogy te legyél a falka vezér? Abszolút ez a cél, mert hogyha ez nem történik meg, akkor nem fognak rád hallgatni. Tehát a kutyák, ők téged is egy falka vezérnek érzékelnek, és annak kell érzékelnek, ezért is követnek, és hogyha ez megvan ez a viszonyulás, akkor ők akarnak engedelmeskedni, és akarnak megfelelni ennek a gazdának, vagy a falka vezérnek. A 17. kutya, így szoktuk magunkat titulálni. És azért hozzáteszem, hogy ez az ősorrendjük, az nem feltétlenül a vezérkutya, az alfa, ő közöttük, hanem a vezérkutyának sokszor azt kell oda tenni, nem feltétlenül a legmarkánsabb kant, vagy a legerősebbet, hanem azt, aki bizonyos paramétereknek megfelel, egyrészt nyilván hallgat a hajtóra, másrészt árkon, bokron, nagyobb gondolkodás nélkül átmegy, mondjuk egy nyílt folyón, akkor nem toporoghat, nem állhat meg, és nem toporoghat, hanem neki bele kell hajtani abba a nyílt vízbe, amit nem nagyon szeretnek a kutyák, de pont ezért nagyon fontos, hogy milyen vezérkutyát választok, milyen szakaszra. De olyan nem legyen, hogy nem okos. Igen. Vagy tökéletes. De olyan is van, hogy ő megy, te pedig azt mondod, hogy van fék természetesen egy ilyen a lábunkkal egy olyan fog, amit egy ilyen
olyan, mint egy fűrész fog úgy néz ki, csak nagyobb, amivel teljes súlyunkkal rá tudunk nehézkedni, és akkor ezáltal jó esetben meg tudjuk állítani a szánt. Nyilván ez a hóviszonyoktól is függ, hogy ez tükörjégen próbálod, hóba próbálod. Volt nekem olyan, hogy igenis a kutyák nem arra mentek, amerre szerettem volna. Itt egy pillanatig én voltam bizonytalan, mert egy előző csapat leverte azokat a markereket, amik mutatták, hogy egy nyílt vizen kell átmenni, és a kutyák nyilván, hogyha nem mondtam semmit, akkor nem azt választották, hanem bevittek egy folyóba, tehát a folyónak tehát a többi részében, ami egyelőre jég volt, de akkor már rájöttem, hogy arra már egyáltalán nincs marker, és már olyan helyen voltam, ahol egy csomó nyílt víz volt körülöttem, Atya ami Isten. Egyáltalán nem volt megnyugtató, mert rájöttem, hogy én most egy nagy hurkot kell írjak a kutyákkal, ezek között a nyílt vizek között. Megállítottam, akkor rájöttem, hogy a másik oldalon ez a marker le volt törve, és mégiscsak ott kellett volna menni. A blogomban már nagyon jól megtanultam, hogy kell blogot írni, és itt fejeztem be egy fejezetet. Igen, szép. Ha most reklám lenne, vagy hírek, még nem vagyunk ott, elmennék írezni egy picit. Folytatjuk a hírek után. Egy érdekes kérdés, hogy az Iditarodról 1800 kilométerről beszélünk. Hát hogy van a fejedben az egész táv? Tényleg ott van egy kereszteződés, hát ott egy másodpercet kell döntened, hogy balra vagy jobbra. Honnan tudod, ha nincs marker, hogy ott merre mész? Jó esetben markerek vannak mindenhol, ahol ilyen kétesélyes a dolog, vagy egy Y van, ott a marker is ott kell legyen. Tehát probléma akkor van, amikor egy talajközeli vihar kifújja, elviszi, vagy egy előző szános átmegy rajta és bedöngöli a hóba, akkor van az, hogy te megérkezel következőnek, és nem látod, hogy merre az út. Ilyenkor rábízhatod magad a kutyák szaglására, akik érzik, hogy az előző csapat hol ment, ha az előző csapat jó helyen ment. Hát ez az, ugye? Ha Dallas nem szórakozik és vízbe téged valahova. Igen. Ugye, hogy kicsit izgalmasabb legyen a verseny. És hogyha Dallas szárnya mögé nem lenne odakötve egy fenyőág, akkor sokkal könnyebben megtalálod a nyomokat. Neked ott van segítséged? Tehát tényleg a kutyák téged ledobnak, és ott vagy az 1800. kilométer, 600. kilométerénél, és kész, egyedül vagy mínusz 30 fokat, téged kimentenek, vagy azt mondják ezen a versenyen, hogy old meg, beneveztél, vállald, ez a te felelősséged. Telefon és semmiféle két irányú kommunikációs eszköz nem lehet velünk ez a versenyszabályzat. Nem lehet része. Semmi. Nem lehet semmi. Akinél telefon, most legutoljára tavaly kitiltottak egy versenyzőt, mert iPod touch-ot vitt, amit zenét hallgatni vitt, de mivel az fel tud csatlakozni a wifi-re, ezért az már két oldalú kommunikációnak számít, és ezért ki is tiltották a versenyből. Van egy SOS gomb a szánodon, de pont, hogyha ledobott a kutya szán, és a szánt elvitte, akkor az pont nincs nálad. Hát neked? Az nem a zsebedben van. Ki talál meg? Vagy mit csinálsz? Ott mínusz 30 van a 600. Most például elvesztette egy angol hölgy, elvesztette a teljes kutyacsapatát, és helikopterrel keresték 24 óráig, ez a mostani pár héttel ezelőtt befejeződött Iditarodon történt. Úgyhogy a hölgynek nem volt más, ő maga követte a markereket gyalog, mint ahogy kutyaszánnal kellett volna, és azt hiszem, hogy 10-valány óra alatt beért olyan helyen, esetleg 10-valány óra alatt be tudott érni. Kint a mínusz 30-ban? Igen, a következő checkpoint. Hát ilyenkor erre mondjuk, hogy van, amikor nagyban gondolkozás az nagyon hasznos, ugye az üzletéletben is, meg máshol is van, ahol a kicsiben gondolkozása jó. Tehát itt nagyon sok olyan helyzet van, ahol ha nagy képet látod, akkor beleőrülsz. Inkább a kicsiben gondolkozás, hogy mi a következő lépés. A következő lépés, hogy jobb lábamat a bal lábam elé teszem, és ezt ebbe az időbe beszűkülve próbálok, ha kell órákig, ha kell napokig helytállni, és tenni azt az egyetlen dolgot, amit lehet, a legjobb dolgot. What's the next best thing to do? Ezt szoktam mondani, Dallas, azt jelenti, hogy mi a következő legjobb dolog, amit tehetek. És ilyen krízis helyzetekben ez a megoldás. Októberben indulsz újra ki, és jövő márciusban lesz a verseny. Igen, ez az Iditarod, ez minden március első szombatján indul, és maga a felkészülés, a tréning szezon az ugye már nyár végén elkezdődik, ősszel már mindenképp tart. Mit tudunk erről a versenyről? Tehát 1800 kilométeres táv. Hogyha így képlékeny vagy, hogy jobban meg szeretném mutatni, mi ez a táv, ez Debrecen-London. Tehát, hogy Debrecenbe felülünk, és Londonba leszállunk, és tulajdonképpen nem egy ilyen civilizált területen megyünk át, hanem Alaszkának ugye a legdurvább részein, ahol tényleg lények vannak, több mint ember, farkasok vannak, jávorszarvasok. 85-en indultak ebben az évben. Nagyon kemény a kvalifikációs verseny, tehát mégsem duplázódik évről évre a száma, mert nagyobb elkötelezettség, és ez egy nagyon erős szűrő is, hogy ki megy át a kvalifikációs verseny. Hányan értek célba a 85-ből?
vagy 12-en nem tudták végigcsinálni. 12-en nem csinálták végig. Fegyver van nálad például, amikor meg tudod magad védeni? Nálam nincs, de sokan esküsznek rá, hogy muszáj fegyverrel elindulni. Most csak egy helyi sztori a szomszédságból, ahol mi edzünk. Egy norvég srác, aki kiköltözött most már több éve Alaszkában, és nagyon jó eredményeket ér el, folyamatosan top 10-es az Iditarodon. Most történt meg vele, másfél hónappal ezelőtt találkoztunk, és mondta így, hogy egy jávorszarvas neki támadt a csapatának. Háromszor végiggyalogolt oda-vissza a kutyákon, próbálta őt is levadászni, de a kutyák így belekapaszkodtak, meg minden. És kérdeztem, hogy nem volt puskád? Ő mondta, hogy hát tegnapig nem, de ma már van. Hát de mindenre gondolom, mert medvére farkasod, hogy egy jávorszarvas jön és kinyír. A jávorszarvas a legrosszabb. A medve hibernál, és ezért nem valószínű, hogy találkozunk vele. A farkast emberemlékezet óta farkas nem támadott meg embert Alaszkában, tehát ez inkább egy kicsit ilyen legenda, ami a népmesékből és a stb. Kutyákat szívesen megtámadnád, amikor ember van ott, akkor nem. Viszont a jávor szarvas, ezt úgy kell elképzelni, mint szarvasbőgés idején egy ilyen őrült szarvas, ami mindennek neki megy, mert azt gondolja, hogy az övé az út. Volt ilyen, hogy 3 méterrel a szánunk előtt átfutott, szerencsére keresztbe és nem felénk a jávor szarvas ilyenkor. Nem vagy nagyon nyugodt. Az egyetlen, amit tehetsz, hogy leteszed a két hóhorgonyt, és vársz, és te nem közeledsz, és te nem támadsz. Tehát most nem egy őzikének kell elképzelni, tehát ez egy kafferbivaj nagyságú történet. Tehát ilyen 3 méter magas, ilyen óriási hagancsa van, és már akkor félelmetes, hogy ki van tömve egy hotelnek a haljában. De nagyon magányos dolog ez egyébként, hosszú-hosszú napokon keresztül, vagy közben valamiféle olyan magány tapasztal meg az ember, hogy rájön, hogy ez az igazi élet, amikor ilyen szinten kapcsolatban vagyok a természettel. Volt ilyen érzésem is, meg olyan is, tehát van, amikor nagyon jó egyedül lenni, és tényleg ott van a gyönyörű északi fény, és egy diadalívet ír fölötted, és átszánozol alatta, és azt mondod, hogy ez fantasztikus. És van, amikor azt mondod, hogy bármit, csak ne ez. Hosszú 10 órákon keresztül nem vagy csak egyedül. Azért ez az egész, a romantika mellett ez azért nagyon monoton tud lenni. Tehát ugyanazok a kutyák, a nézését, meg a járását, de főleg a járását. A hó sihan el melletted, és a végén már amikor mínusz 30 fokban az 5. óra van, akkor már pont nem érdekel, hogy mennyire szép a táj, nem érdekel, mennyire szép az északi fény, inkább a XY és az esti fény jut eszedbe. Tehát vannak ezek a pillanatok, hogy mindenből eleged van, de igen, magányos, ez egy magányos történet. Dallasnak van olyan egy-egy mondat, amiből az ember merít, és amit úgy odaszól, és egy olyan bölcsesség, mire azt mondta, hogy igen, hogy lehet ezt a például ezt az Iditarodot végigcsinálni? Mondd ő erre valamit, ha azt kell mondani, mondja egy mondatot, hogy lehet ezt végigcsinálni élve. Vannak ilyen nagy okosságai? Vagy a Dallas 29 éves, 11 éve fiatalabb nálam, de rengeteget tanultam belőle, elképesztő bölcsesség van benne, és rájöttem, hogy ennek egy része ebből az Iditarod életstílusból származik, ahol nagyon, amit ott megtanulsz, nagyon jól tudod vetíteni az életedre, akár általánosan, akár az üzleti életre. Úgyhogy én hát a blogomon rengeteg ilyet leírtam, az első magyar az Iditarodon, a Facebookon. Az egyik a kedvencem az, hogy a kutyacsapat, egy nyerő kutyacsapat az egy műalkotás. Tehát az egy, most is azt mondta a csapatára, hogy ez az én Mona Lizám. És ezt valóban szó szerint érti, hiszen az, hogy a kutyák a helyükre kerüljenek, a vezérkutya, a swing kutya, stb. Ezt az egészet egész évben úgy kavargatja, mint a színeket egy festő, és a végén összeállítja azt a csapatot, amelyik tudja, hogy a legjobbat tudja kihozni. És hát ez bizonyított az idei verseny is, mert ez a Mona Lisa megnyerte. Otto, hát ezt kívánjuk neked is, hogy egy év múlva ilyenkor meglegyen a saját kis műalkotásod, a Mona Lisád, és aztán hát végigérjél, menjél, odaérjél, életben maradjál lehetőleg, és hát sikereket hozzá. Én is várom Nóma előtt az utolsó vacsorát, amikor a kutyáknak fogok felszolgálni. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel Morning Show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Rengetegen kuponoznak az országban, de mégis valahogy ennek az egésznek nem az a végkicsengése, vagy a végkimenetele, mint amit te sokszor elvársz, vagy szeretnél. Mi baj van a kuponnal, vagy miért nem semmi. Működik ez rendesen? Dehogy de nincs hogy baj, de van. De. Egyrészt megvenni nem kell, tehát hogy mit kell megvenni. Pont ezt akarom mondani, kétféle kupon van. Az egyik, amire te vagy rácsavarodva, mert ingyen van, tehát ha bedobják, megkapod.
benne van a Merry Christmas. És kivágod a kis kegyedből. Újságból kivágod. Nem akarok semmit venni, ugye majd kitalálom, hogy hát még egyszer jó lesz. Így van, ez az egyik kupon. 20% az 20%. És szerintem ez a kevéssé bosszantó, de van olyan kupon, amiért fizetsz, mert hogy mondjuk egy szállodai hosszú hétvége, az kerül 100 ezer forintba, azt mondják, hogy kuponosan, ez most 60 ezer forint, fizest ki a 60 ezeret, interneten is lehet egy csomót, és elmész. És szerintem ez a nagyobb gáz. Na, de várj, hogy működik-e, segíts nekem? Tehát, bocsánat, csak hogy én kuponozhatom saját magam? Tehát most megmondom, miről jutott eszembe ez a kupon, hogy úristen, ezt megígértük. Dombi előadását láttam féláron kuponért. Mondom, te jó Isten, Dombi, ekkora baj, hogy Dombóvári István előadására kuponnal el lehet menni. Eszembe jutott a kérdés, hogy a Dombi kuponoztatja saját magát? Vagy hogy működik? Tehát, hogyha én valahol tartok egy előadást, akkor én megkuponoztathatom saját magam, hogy gyere, én adom a nevemet a kuponhoz, és adjátok féláron a jegyet, vagy valakik azokat megveszik, és akkor bekuponozzák. De hát mondom, Dombinál ekkora baj már, hogy kuponnal lehet rá elmenni féláron? De az nem jó, hogy te teljes áron eladod valakinek a jegyet, aki aztán féláron elkuponoz. Hogy van ez? Tehát hogy van ez az egész kupon? Mindenki kuponozik. Igen. Balázs féláron kupon. Balázs féláron kupon? Tehát én kiadok egy kupont? Ha csökken az érdeklődés az előadásaid iránt, akkor kell féláras kuponoznod. De a Dombinak nem csökken. Szombat este csökken. Felvétel kuponnal. Tessék, kuponnal olcsóbb. Igen. Na most megmondom, mit láttam még egyébként, ami nagyon durva, nem fogjátok elhinni. Lehet venni olyan kupont, ami a kutya kozmetikására vonatkozik úgy, hogy uborkás arcpakolást tudsz adni a kutyának 30-35%-os kedvezmények kuponnal kutya kozmetikában. Tehát akkor azért arcpakolás, az igen, arcpakolás. Rövidszőrű társaság és nagy testű kutyák alap és teljes kozmetikázása plusz arcpakolás. Tehát hosszú szőrűre, mert a hosszú szőrt már nem viszi át az a hosszú szőr, a hosszú szőrt már nem viszi át. És ajándék voucher bűzmirigy kinyomásra. Igen. Az alapkozmetikázás az csak fültisztítás, nincs benne a körömvágás például. Ez az alapkozmetika. És ugye beválthatod a bónuszodat. Tehát itt az uborkás pakolás. Itt az uborkás, pakolás. Igen, mosásért, szárításért, de az uborkás pakolás az bónusz. Mert egyébként azt senki nem rendeli, viszont van egy csomó ilyen uborkás pakolásuk, aminek lassan lejár a szavatossága, ezt valahogy el kell sütni. Na, de ez jó érzet, hogy erre is jó például a kupon. De ez hogy van tényleg? Tehát meg tudjuk magunkat kuponoztatni? Igen. Tehát én meg tudom magamat kuponoztatni, ha valahova megyek? Vagy lesz egyszer az őszi kitelelők is bejutás féláron. De nem jó, mert ingyenes. Tehát arra, ami ingyenes, arra nem adhatsz kupont. Nem azt mondom, tehát valahol van egy előadás, mert 1000 forint. Akkor igen. Akkor én adok magamnak kuponakciót? Igen. Igen, vagy a szervező adhat, tehát azt mondja az, aki szervezi, inkább a szervező. Mondjuk a hely, hogy téged kifizet 1000 forintosával, de ő talált egy szponzort, aki az összeg felét, az 500-asokat odaadja, és akkor már csak 500-at kell fizetni, tehát kuponnal tud bejönni. Tehát kuponnal tud bejönni. Láttam egy másik nagyon durva kupon, G.feltöltés. Hogy mi? G.feltöltés kuponakció. Valamilyen géllel feltöltik a G-pontodat. Feltöltik G-pont feltöltés kuponnal. Ez is kuponos akció volt Magyarországon. Minden maga sorrendjében. Hát először megkerestetni. Egy tesztalelka rovatban. Nem mész el kipróbálni. Jöttél a G-pont feltöltése, és itt van a kuponod, amivel 30%-kal olcsóbban tudod. Pici fura. Valamilyen géllel feltöltik a G-pontját a nőknek, igen. És ezáltal valószínűleg érzékenyebbek lesznek az együttlétek alkalmával. És ez, tehát megjelensz egy kis kupon, egy kivágott kuponnal. Igen. Jó napot, jöttem a G-pont feltöltése, itt van a személyigazolvány és a lakcímkártyám között, itt a kupon 30%-kal olcsóbban, egy 7000 lenne most 4000, és ott keresgetted a G-pont feltöltéses kuponodat? Óriási. Te kuponozol? Persze. Jó, hülye kérdés. Mondjuk én a klasszikusat szoktam alkalmazni, nyilván amikor kapok egy kupon füzetet, ami tele van mindenféle, mert áruháznak az engedményével, hogy itt 10-15-20%-kal olcsóban vásároltak nála valamit, és akkor ezeket mindig szépen végignézem, és hogyha ha mondjuk az én igényemmel is találkozik a dolog, tehát csak azért, mert látok egy 20%-os kupon, nem fogok elkezdeni agyalni rajta, hogy vajon mit vehetnék náluk. Tehát én tudatosabb vagyok ennél, de engem ez a formája is nagyon érdekel, amit a Feri mond. Mert például, hogy amit tudom én, valamilyen fitness tevékenységet ki lehet próbálni, és ilyen kuponok is vannak, és mondjuk nem akarok érte nagyon kicsengetni valamit, akkor itt tudom, egyszeri alkalommal el tudok menni, és akkor féláron mondjuk nem 1500-ért, vagy mit, hanem 750-ért ki tudom próbálni. Így van, és aztán tetszik beruházni. Menj már egy kisajak fiatalitásra. Kisajak fiatalitásra? Van a kisajakot? Tessék? Vagy jó ez? Nem, megmondod, hogy a kisajkadat italul szeretnéd, mert a nagyajka egy jó kit fölül, de az alsó kisajkadat szeretnéd egy kicsit fiatalítani. 410 ezer forint.
azokat otthon hagytam. 410 forint, 219-ért kisajak fiatalítás. Nagyon jó. Bemondott, hogy picit már ilyen vizslafüles lettél, Feri, és szeretnél egy kicsit fiatalítani. Ez is egyébként kuponos. Csak mondom, hogy erre mind kuponnal tudsz elvenni. Kétkezes prostatamasszáz esetben. Na, nem ajánlanám azért. Kétkezeset főleg. Voltam. Nem annyira szórakoztató, mint amennyire azt gondolják, hogy ott nem segített a kupon, hogy 30%-kal olcsóban csinálják. Szerintem tök hízeg a dombira nézve egyébként, hogy egy kuponos akcióval végre megnézt. Tehát egy kellett valami kis. Azért az megdöbbentő, hogy mennyire 30%-kal olcsóban a dombovári előadására kupon. Akkor meg nem jut eszedbe így a dombival kapcsolatosan, hogy akkor most baj van? Tehát ha valamit megkuponoznak... Igen. Na ezt kérdezem, hogyha megkuponoznak engem... Ha a dombit vagy téged, ha téged én megkupon, valaki megkuponoz téged. Tehát amikor gyertek átra lehet jegyeket venni. Igen. És ha van egy kupon 50% olcsóban, akkor az olyan, hogy már jöjjenek el. Gyerekek, erre már senki nem akar menni, hogy 50%-ért adja. Jöjjön már el. Igen, már 50-nél olcsóbb oda. Senki dombi, hatházig, diszkontár. Igen, kuponna. Most ide egy hallgató, hogy volt a gyertek át, szombat esére gyertek át kupon. Volt, hogy olcsóbban tudsz belőni. De állítólag nézett a műsor. A rohadt életben. Ezért volt állandó a deltás. Ezért mutogatták az emberek a felvételt. Kuponnal jöttünk, és én nem értettem, hogy mi ez a sok ember, aki mindig kuponnal akar bejutni. És kérdezem, most már érte, most írják, hogy volt kupon egyébként erre is. Jézus Mária. Az a durva, hogy 10 emberből 9, akivel beszéltem, azt mondta, utána mennek át a tropikáriumba, és nem értek. Volt, úgyhogy gyertek át, tropikárium csodák balotája. Ez egy csomagba lehetett. Jöjjön el a Campo a Media Center, menjen át a tropikáriumba, menjen el a csodák balotájába, és ne felejtsen a játszóházat. Nagyon szeretek, hogy egy szívsúrolószer 20%-kal olcsóban. Gyertek át csak egy óra, utána viszont ott van önnek az egész nap, amit már viszont vidáman eltöltett. Te jó Isten. Ezt a főszervező csinálja így, mert nem bízik abban, hogy telt ház lesz. Csak tudom, mit csinál a főszervező. Honnan tudnám? Azért neked mondanak meg. Azért valami közöm csak van ez a műsorhoz. Hogy az Istenbe lett ebből kupon? Na. Egy darab bónusz maradt a Gyertek át szombat esti tévétel szóló bónuszomból. Mivel egyedül senki nem szeret szórakozni, ezért délután folyamán további jegyekkel frissül az ajánlat. Na hát rohadjanak meg. 3 órától érdemes figyelni az XY oldalt. Hát ha lesz még egy kuponjegy. És legalább a szórakozás kategóriába, vagy 1900 forint helyett 990 forint belépő egy részére. Legyen részese az őrületnek. Várjál, mert 2000 forintot hát kérsz, azért megnézze magamnak. Ott valaki a műsor. Hát ezt komolyan mondom, Kiki. 990-ért adjuk a jegyet. 500% kedvezménye. Nem, biztos szereztek valami EU-s pénzt, amiből betámogatták. Biztos nem arról van szó, amire gondolsz. A bónusz beváltható, és itt van pontosan. Hát 14-15-kor kell érkezni, és akkor indul a felvétel. Leértékelték a műsort, érted ezt? Hát igen. Érted ezt, hogy leértékelték a műsort? Én vettem egy kupont a Gyertek át szombat estére 9.90-ért, de el tudtam cserélni egy hajgöndörítőre. Sokkal jobban megértem. Szilárd küldte nekünk. A kuponok a vásárlófüggőket célozzák. A feleségem, ahogy kupont lát, megy vásárolni. Ha nincs rá szüksége, akkor is azonnal indul. Zoli küldte nekünk. Párom 30. születésnapjára vettem kuponnal egy 2 órás time massage-t az Andrássy mögötti utcába. Meglepetés volt végig. Megérkeztünk a címre. Időpontra nem találtuk a helyet. Felhívtam őket. Sűrű elnézések közepette benyögték, hogy már bezárt a szalon, nem volt érdemes elmenni. Elsírtam magam. Az oldalról vettem, egyébként visszafizette a pénzt. Szép napot, Zsani. Álomesküvő féláron, 12.000 forintért adnak-e mennyasszonyt? Hogy 12.000-ért mi az álomesküvő? 12.000-ért bonyolítanak kuponnal álomesküvőt? Nem mondom a kobékát. Igen, 12.000 forint álomesküvő. Hát szállással együtt várják. Miért is benne volt egy 20-asba? Ne, túlozzál. Nem volt annyi. A 20-ban nem volt. Akkor átvertek csúnyát. Igen. Én sárga taxit vettem igénybe kuponnal, a kupon neve Uber küld. Ajaj, kiúzzátok a gyufát. Ennyi. Csak óvatosan. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.